November 5-én az egész világ az Egyesült Államokra figyel, ugyanis aznap tartják az amerikai elnökválasztást. Mi pedig, ahogy négy évvel ezelőtt úgy ismét egy késő estétől másnap délőttig tartó maratoni választási műsorral készülünk nektek. Mindenképp tartsatok velünk november 5-én, izguljátok végig velünk az amerikai választás éjszakáját. Ciao. Sziasztok! Ez itt a Közéletiskolája Podcast 11. adása a Partizán Podcast csatornáján. Én Seres Lili Hanna vagyok. A Közéletiskolája egy aktivista iskola, ahol önszerveződésről tartunk ingyenes képzéseket felnőtteknek, mert hiszük, hogy a demokrácia nem főnév, hanem ige, csak akkor van, ha csináljuk. Nézd meg a Közéletiskolája honlapját vagy közösségi média oldalait, ha szeretnél tanulni például az érdekvédelmi munkáról, a részvételi akciókutatásról vagy a szervezeti jólétről. Idén lettünk tíz évesek, ennek alkalmából október 24-én a Carson Koma akusztikus támogatói koncertet ad a Turbinában, ahol szeretettel várunk titeket. A jegyeddel teljes egészében a közéletiskolája munkáját támogatod, hogy továbbra is tarthassunk ingyen képzéseket és műhelyeket országszerte. Ebben a rendkívüli adásban pedig a 2024-es önkormányzati választás sikeres kampányainak kulisszatitkaiba kaphattok betekintést. A közélet iskolája szeptemberben beszélgetést szervezett sikeres kampányok vezetőivel, a közösségi kampányolás erősségeiről, nehézségeiről, módszereiről, és arról is, hogy hogyan lehet tovább fejlődni. hallgatást! Sziasztok! Mindenkit szeretettel köszöntünk a közéletiskolája eseményén, aminek a címe közösségi kampányolás, választás értékelő beszélgetés. Engem Udvarhely Tesszának hívnak, és a közéletiskolája alapítója vagyok. Illetve Piko András kampányfőnöke voltam, most már kétszer is, és én szoktam vezetni ezeket a választásokhoz kapcsolódó beszélgetéseket itt a közéletiskolájában. És akkor azt gondoltam, hogy egy picit összefoglalnám, hogy a közéletiskolája mi mindent csinált választásokkal kapcsolatban az elmúlt években, mert nem biztos, hogy mindannyian követtétek, vagy tudjátok. 2017 óta foglalkozunk azzal, hogy hogyan tudnak alulról szerveződő civil, közösségi alapú szervezetek valamilyen módon az ilyen intézményesebb politikába vagy a választásokba belépni. És aztán a 2018-as országgyűlési választás kapcsán a 19-es önkormányzati, a 22-es országgyűlési választás és népszavazás és a 2024-es önkormányzati választás körül is elég sok mindent szerveztünk, főleg nyilván pedagógiai tevékenységeink voltak. 2017-ben én voltam a Bolva Márta 8. kereti időközi kampányának a kampányfőnöke, és tulajdonképpen ott tanultuk meg közösen, vagy fejlesztettük ki közösen a közösségi kampányolásnak a, a módszertanát. Nyilván a világban máshol ezt már sokan soka, sokan csinálták, de mondjuk itt Magyarországon ez nem volt egy ilyen adottság, hogy ezt hogy kell csinálni. És aztán ebből született a választás mindenki című kisokosunk, ami lehet, hogy még van belőle, de már lehet, hogy teljesen elfogyott. És aztán annak született egy második kiadása is. És a 2019-es önkormányzati választás után a PIKO kampány tapasztalataiból, és most készül a harmadik kiadás, ami pedig a 24-es önkormányzati választás tapasztalatait fogja összefoglalni. Szóval, hogyha valaki szeretné közösségi kampányolásra adni a fejét, akkor várja meg, amíg kijön ez a harmadik kiadás, mert ebbe aztán annyira sok forradalmi új információ lesz, hogy elképesztő. És akkor ezen kívül elég sok képzést és tapasztalatcserét tartottunk ebben az elmúlt, most már. 17 óta, Jézus Máriám, 7 év telt el, igen, az elmúlt 7 évben civil szervezeteknek tartunk elég gyakran képzéseket arról, hogy hogyan tudnak részt venni a választásokon, illetve vannak kifejezetten kampányfőnököknek szóló képzéseink is. Minden választás után tartottunk ugyanilyen értékelő beszélgetést, általában más szereplőket próbálunk mindig meghívni, hogy minél szélesebb körben tudjuk megosztani a tapasztalatainkat, illetve volt tapasztalatcserénk már úgy is, hogy a választás folyamán, tehát hogy a, a, a választásban aktív ö, ilyen civil kampányfőnökökkel egymást segítettük, vagy nem tudom ilyen terápiás csoportban és ö, ö, Szervezzük a közös városunk konferenciát, azt is most már 19 óta és ebből, ebből három volt, először közös városunknak hívták, most már közös hatalmunknak hívják, amióta többen már győztes választásokon vagyunk túl. És akkor amit még szeretnék elmesélni nektek, hogy mindezekből a tapasztalatokból kiindulva, meg így az itt szerzett inspirációból fogjuk elindítani a, a politikus iskolánkat, ami azt jelenti, hogy most már nem csak a választásokhoz kapcsolódóan fogunk képzéseket tartani, hanem. A, avval kapcsolatban is, hogyha valaki civil közösségi környezetből jön, esetleg egy társadalmi mozgalomból, és szeretne valamilyen választott tisztségviselő lenni, vagy valamilyen módon a, a politikában részt venni, akkor ő, nekik is most már fogunk ajánlani kifejezetten képzéseket. Egyébként ő, októberben fog megjelenni az ezzel kapcsolatos ő, felhívásunk, úgyhogy ha valakit ez érdekel, ez szól olyanoknak is, akik már benne vannak a politikában, de még nagyon az elején vannak, és örülnének a támogatásnak, meg olyanoknak is, akik még nincsenek benne. De Szeretnének majd benne részt venni. Úgyhogy ez a, ez, ez a következő újításunk, és akkor ennek a beszélgetésnek a témája, a közösségi kampányolás és a közösségi politizálás, mert ugye itt most már szerencsére mindenki olyan, aki ö, nyert választást, szóval már nem csak kampányol, hanem majd politizálni is fog, vagy már politizál, és hogy azt próbáljuk megbeszélni, hogy így a demokráciának, meg a politika megújításának hogyan lehet az eszköze a közösségi kampányolás, meg a közösségi működés. És először a beszélgetés mert az lesz, hogy először mi beszélünk, vagy szóval, hogy felkértük a vendégeinket, hogy meséljenek a kampányaikról, illetve én fogok kérdezni tőlük, és aztán pedig ti jöttök, és akkor nyugodtan lehet kérdezni, meg hozzászólni. És akkor még egy technikai információ, hogy erről a beszélgetésről felvétel készül, ami a, a közéletiskolája podcastban fog lemenni, ami a Partizánon megy, most már viszonylag régóta, talán már egy éve, de lehet, hogy több is. Úgyhogy ha még egyszer meg akarjátok hallgatni, akkor a, akkor a Partizán podcast csatornáján fogjátok tudni megtenni, de hogy azt reméljük, hogy akkor rajtatok kívül még sok ezren meg fogják tudni ezt hallgatni. Szóval csak ez azért is fontos adatvédelmileg, hogyha hozzászóltok, akkor felvétel készül arról, amit, amit Mondtok, és az be is kerülhet a podcastba. Igen. Na, és akkor bemutatom a vendégeinket. Bruder Marci, Bruder Márton. Ö, ő török, török Bálintról érkezett, és a török bárint holnap egyesület, illetve szőke Péter polgármesterjelölt kampányfőnöke volt a 24-es önkormányzati választáson. Itt van maga a polgármesterjelölt is. Meg is nyerte. Ö, <laughs> igen. Ö, és Ez a Török Bálint Holnap Egyesület 2018-ban alakult, és Marci már ekkora az alapító tagja volt, és akkor a 19-es választáson körzeti képviselőnek választották, és akkor még nem nyert az Egyesület a polgármesterválasztáson, de nekik volt a legnagyobb frakciójuk a 12 fős testületben, 6 fő, és aztán a 24-es kampány pedig sikeres volt. Ez egy részvételi programalkotásra alapuló kampány volt, és most már meg is nyerték a választást, úgyhogy ők adják október ettől Török Bálint új vezetését, úgyhogy köszönjük, hogy itt vagy, Marci. És a következő vendégünk minarics Viktória, ő pedig Sóskútról érkezett, és az ő szervezete az 2024-ben alakult, miután kiderült, hogy akkumulátorgyárat akarnak építeni Sóskúton, és ez eléggé... Megrázta a falu lakosságát, és aztán ebből a közösség összefogásból, akik egyáltalán majd nyilván elmeséli, nem gondoltak arra, hogy nekik közük van a választásokhoz, aztán egyszer csak elindultak, és ő lett a kampányfőnök, és 22 év után leváltották a polgármestert, és most, ha jól értem, a teljes testületet ők adják, szóval, hogy ők is egy nyertes kampány és a mellettem Lajtai Andris, aki pedig korábban Tordai Bencének a győztes országgyűlési képviselői kampányának volt a kampányfőnöke, és most a 24-es önkormányzati választásokon pedig a Szikra mozgalomnak a központi kampányfőnökeként dolgozott, majd nyilván erről beszél, hogy a Szikra több helyen indított jelöltet, és hogy ő hogyan fogta össze ezt a sok különböző kampányt, és a jelöltek közül végül Érden és Józsefvárosban jutottak be a jelöltjeik az önkormányzatokba, és azt mondja, hogy bár Debrecenben, Szegeden és Zuglóban nem szerez szerezték meg a mandátumot, de ezek, ezeket is sikeres kampánynak értékelik. Úgyhogy, úgyhogy akkor nagyon köszi nektek, hogy itt vagytok, és nagyon, tényleg nagyon örülök, mert ráadásul a márciusban meg a Vikivel végig, hogy mondjam, egymást követtük a kampány során. Ilyen két hetente beszéltünk viszonylag hosszan, és osztottuk meg egymással a tapasztalatainkat. Az Andrissal meg már elég régóta így, hogy mondjam, egymással párhuzamosan dolgozunk meg egymás mellett, meg ugye én is a Szikrával is dolgoztam együtt a 24-es kampányban, szóval most tök jó lesz meghallgatni, hogy így egy pár hónap elteltével mit is láttok, meg mit is gondoltok. Úgyhogy arra kérlek, most titeket, hogy ilyen max. 10 percben, de azért tehát, hogy nyugodtan használjátok ki az időt, mert arra szeretnék titeket kérni, hogy fejtsétek ki, hogy mit, tehát meséljetek kicsit a településről, milyen volt a kampány, mi történt. Egyelőre még nem kell feltétlenül értékelni, csak mondjátok el, hogy legyen egy képünk, hogy utána, amikor majd így belemegyünk a részletekbe, akkor, akkor értsük, hogy mi az a közeg, amiben ti dolgoztatok, és akkor a, a Vikit a többiek önkéntesen jelentkeztették, hogy ő fogja elkezdeni ezt. Sziasztok, szeretettel köszöntök mindenkit. Ugye én Sóskútról érkeztem, és Sóskútról azt érdemes tudni, hogy tényleg egy gyönyörű Pest megyei település, gyönyörű szőlővel, gyümölcsösökkel, völgyel, dombal, fantasztikus közösség van a településen, ez 3500 lélekszám, tehát ez tényleg nem egy nagy település, de egy nagyon nagy múltú, és hát sajnos Sóskút nem arról ismert, hogy milyen gyönyörű település, tényleg látogassatok el, van lehetőségetek, hanem inkább arról és azzal került be a híradásokba 24 januárjában, hogy újabb akkumulátorberuházás beruházás érkezik a település határába, nagyon közel lakott területhez. Úgyhogy ez gyakorlatilag elindította azt a civil ellenállást, ami az én is azonnal csatlakoztam, és hát egy elképesztő összefogást láttunk, és egy nagyon-nagyon intenzív és nagyon gyors munka vette kezdetét. Petíciót gyűjtöttünk, aláírásokat, kommunikáltunk az emberek Kell, népszavazási kezdeményezés, tehát ez tényleg egy, egy ilyen sajtónak nyilatkoztunk, tehát ez mind, 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 mind olyan szerep volt, amiben még nem próbáltuk ki magunkat, ami új volt, ami kihívásos volt, de gyakorlatilag úgy tudtuk ezeket megvalósítani, hogy nagyon összekapaszkodtunk, és tényleg családanyákat képzeljetek el, orvosokat, műszaki szakembereket, akik úgy döntöttek, hogy minden szabadidejüket ebbe teszik bele, és mi valóban nem terveztünk az önkormányzati választással egyáltalán. Tehát, hogy mi, nekünk az volt a Tervünk, hogy a, ameddig csak bírjuk, addig, addig folytatjuk az ellenállást, és az volt végig a, az a biztattuk egymást, hogy addig nincs vége, amíg nincs vége, és amíg folytatjuk, addig nincs vége, <laughs> úgyhogy bármi jön, mert ugye a kiemelt beruházásnak a lehetősége is fennállt, ez volt az, ami aztán egy nagyon nagy katalizátora volt a, a történteknek, és akkor gyakorlatilag Egyrészt lakossági megkereséseket is kaptunk, hogy ugye, ugye elindultak, ugye ugye lesz valami alternatíva, valamilyen más lehetőség és a másik, ami miatt úgy éreztük, hogy szükséges egy nagyobb szerepvállalás, hogy azt éreztük, hogy egyszerűen van egy, van egy határa annak, amíg, amíg el tudunk jutni, hogy, hogy nem elég, amit meg tudunk tenni, és, és hát ez volt az elindító annak, hogy akkor elkezdjünk jelölteket állítani, és csapatot összerakni, és, és elindulni ezen az egyébként nagyon-nagyon ijesztő úton, tehát tényleg össze kellett szedni minden létező bátorságunkat, és azt mondani, hogy jó, hát akkor megpróbáljuk a lehetetlen, ráadásul egy ilyen időzítéssel. Hát nekünk a, a, jelöltünk, az utolsó jelöltünk, az gyakorlatilag április 20 án lett meg. Tehát, hogy ez, 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 ez olyannyira, ez, ez, olyannyira, tehát, hogy... Eh, de azt mondod, hogy miért, miért, jelentős az április 20-ai dátum? Azért, mert az volt már gyakorlatilag a kampánynak a kezdete, és nekünk még semmi nem volt, csak jelöltjeink, de, de annak nagyon örültünk, és gyakorlatilag elképesztő energiát tettünk magába a jelöltállításba, amit, ami út nagyon sok időnek éreztük akkor, mert éreztük a nyomást, hogy már gyakorlatilag anyagokon kéne dolgozni, viszont, viszont így utólag azt gondolom, hogy, hogy egy, nagyon, egy nagyon erős csapatot sikerült összeállítani, tehát ez egyáltalán nem volt kritérium például, hogy fér, férfinői arány hogyan legyen, ugye nálunk polgármester jelölt és hatfős képviselő jelölt csapat állt össze, és gyakorlatilag a férfinő arány, illetve ez az agglomerációban fontos kérdés, ez a több generációt a ott élő, vagy pedig új beköltöző problematikája, és nekünk ebbe is sikerült viszonylag arányosan, illetve még korcsoportok terén is nagyon szépen le tudtuk fedni gyakorlatilag a társadalmat, ami a kampányba óriási segítség volt. Mert gyakorlatilag az insightok közvetlenül tőlük is érkeztek, illetve azoktól a csoportoktól, akikkel ők aktívan tartják napi szinten a kapcsolatot. Tehát ez egy, ez egy óriási előny volt, hogy ilyen csapattal indultunk. A polgármester jelöltünk az Mészáros József lát, aki aki egyébként helyi méhész, közgazdász, és korábban már volt képviselő is, tehát volt tapasztalata ezen a téren. A másik fontos dolog vele kapcsolatban, hogy aktív tagja a helyi közösségnek, tehát egy nagyon erőteljes beágyazottsága van, ami szintén nagyon nagy segítség volt nekünk a kampányban, rengeteg kapcsolattal rendelkezett, és, és nagyon sokan ismerték a településen eleve. Úgyhogy ez a csapat állt össze, és akkor gyakorlatilag még gyűjtötték az ajánlóiveket, de mi már stratégiát írtunk, de közben már szaladj el egy fotózásra, és akkor kezdjünk. Tehát kicsit ez volt a, a menetrend. Nagyon gyorsan állt össze a csapat is, és nagyon organikusan az elején. És nekem volt az a feladatom, hogy ezt, hogy ezt összefogjam és ezt egybe tartsam, és hogy egységesek legyenek az anyagaink, és, és úgy tudjunk kommunikálni, ahogyan azt a stratégiába az irányok lefektetésénél elterveztük. Nálunk a legfontosabb pillér az, az a lakossági kapcsolódás volt. Tehát eldöntöttük azt, hogy gyakorlatilag ez a kampány gerince, egy faluba vagyunk, és ráadásul azt éreztük már így az akú botrány kapcsán is, hogy, hogy nagyon széttöredezett a település. Tehát nagyon sok a különböző konfliktus, aminek a mentén megosztható a közösség. És, és ennek láttuk nagyon sok durva megnyilvánulását is. Hát gyakorlatilag a jelenlegi vezetésnek ez egy, ez egy működő hatalomtechnika Mechanizmusa volt, ez az oszd meg és uralkodj, és akkor már is nem a témáról beszélgetünk, hanem nem konfliktusok vannak. És azt éreztük, hogy ezt gyakorlatilag tényleg a, a valódi emberi kapcsolódással lehet feloldani és közelebb kerülni egymáshoz. Úgyhogy ez volt a, a gyakorlatilag a főelem, és az ajánlói begyűjtése után sem hagyták abba a kopogtatást és a folyamatos kapcsolódást. Ezen kívül fórumokat szerveztünk, ezt tartok még egy nagyon fontos pillérnek, mert mert azt érezték a lakosok, hogy valóban érdekli őket a véleményük, hogy elmondhatják, hogy megszólalhatnak. És azt tapasztaltuk, hogy az elején kicsi volt az érdeklődés, és ez folyamatosan növekedett. Tehát a kampány végén, az utolsó fórumon már volt egy ilyen egy erős megérkezés érzésünk, amikor azt láttuk, hogy sokan vannak, és beszélgetnek, és jól érzik magukat, és ötletelnek, és már a jövőt tervezik. Úgyhogy ez egy nagyon pozitív dolog volt, ez a része az úgy érezzük, hogy nagyon jól sikerült. Ezen kívül a kampányunk az gyakorlatilag az online térbe zajlott, és nekünk a Facebook oldal volt az egyetlen csatorna de emellett használtuk a különböző Facebook csoportokat is. Hát a Sorskulti Facebook csoportokban mindig megtörtént ezeknek az újraosztása, és gyakorlatilag ott osztottuk meg a bemutatkozásainkat, a programpontokat, és egy videó is készült, amire nagyon büszkék vagyunk, hogy még, hogy még azt is sikerült összehozni a futólépésbe a kampány alatt. És amire gyakorlatilag kampánybücsét költöttünk, nagyon minimális kampánybücsénk volt, de azt a nyomtatott anyagokra költöttük. 88 plakát volt Sóskuton, ami hát egy óriási dolog, és ezen kívül szóróanyagok, választási mankó, tehát ezek, ezekkel az anyagokkal dolgoztunk. És uh, amit még fontosnak tartok kiemelni, hogy nagyon-nagyon uh, jól működött a, a kampány szlogán, tehát ez a sóskút többre érdemes, és uh, sors döntő a választás. Uh, ez a két mondat, ez minden anyagunkon megjelent, és óriási érzés volt, mikor a kampány végén már azt tapasztaltuk, hogy a lakosok uh, a leveleikbe, a kommentjeikbe, a megkereséseikbe ez a mondat megjelenik. Hogyha eldurvul a komment szekcióba egy, egy vita, akkor már nem nincs való és hosszan kifejtett válasz csak ez a mondat. És ezt megérezték az emberek, hogy ők is többre érdemesek, hogy többet érdemelnek ennél, és nagyon pozitív, hogy fel tudtunk mutatni valós alternatívát. Tehát nem mentünk bele az adókapokba, nem mentünk bele abba, hogy, hogy bárkit bántsunk, de humanizáljunk, hanem kitűztük célul azt, hogy, hogy alternatívát mutassunk a lakosoknak, és, és reményt adjunk arra, hogy 22 év után is lehetséges változtatni. Úgyhogy ez egy óriás Élmény is volt gyakorlatilag, meg mi tényleg úgy akartuk ott hagyni ezt a kampányt, hogy nagyon későn fogtunk bele, nagyon nagy energiákkal, de ha visszatekintünk, akkor semmi. Bármi is lesz az eredmény, ne lássunk magunk mögött romokat. Tehát ezt így kitűztük magunk el, és ezt egyébként nem volt egyszerű tartani. Főleg a mai kampányokban, hogyan ezek és amilyen hangvételbe zajlanak. Amit még szeretnék kiemelni, az a, az a vizualitása az anyagainknak, mert hogy mi a természethez nyúltunk vissza, segítségül hívtuk, és gyakorlatilag a magának a, a vizualitásnak a koncepciója volt erős. Mi arra kértük a jelölteket, hogy válasszák ki sóskúton azt, a helyet, ahol a leginkább szeretnek lenni, ahol tényleg valóban jól érzik magukat, ahol egyébként is a családdal önállóan kimennek töltődni, és milyen szerencsések vagyunk Sóskúton, hogy hét jelöltet tudtunk különböző helyszíneken néhány percre egymástól fotózni, és te gyönyörű helyek valóban. És ez látszott a fotókon is, tehát tényleg jól érezték magukat fotózás közben a, a, a jelöltek. A, a másik meg az, hogy megmutattuk a kampányba a közeliek, szerepeltek a plakátokon, de megmutattuk a kampányba azt is, hogy mi történik, amikor kiszélesedik ugye a, a látótér, és, és hol készültek valójában ezek a képek, és ez is nagyon jól működött, tehát azt éreztük, hogy adunk valami szépet adunk a, a közösségnek, és ugyanez megjelent a videóba is, tehát a természet és és azt tartottuk még fontosnak, hogy ne csak az akuról beszéljünk. Mi, a, mi, az életvédelméről beszéltünk, az otthonaink csendjéről, a biztonságról, a nyugalomról általánosságba, és kinyitottunk nagyon sok olyan témát, amit meg a visszajelzésekből kaptunk a lakosságtól, meg amit mi magunk is megtapasztaltunk, és gyakorlatilag témákra bontottuk, hogy mik a leg, legproblémásabb területek, átláthatóság, együttműködés, közlekedés, tehát ilyen alapvető dolgok, ami egy falu életében azt gondolom, hogy nagyon fontos, és ezzel tudtak jól kapcsolódni a lakosok. Azt érezték, hogy ezek valóban a, a számukra fontos témák. Úgyhogy hát ennek nem várt eredmény lett a vége, mert hogy ö, a mozgósítást emelném még ki, mert az egy nagyon fontos része volt, hogy nem csak mi mozgósítottunk, hanem rengeteg lakos szurkolt, és az így exponenciálisan nőtt a kampány végével és ők is körbe telefonáltak, szomszédokhoz becsöngettek, rokonokat felhívták, hogy ugye voltál szavazni, és ez aztán látszott a részvételen is, 19-ben a 47 ot sem ért el, 24 be pedig 63 fölött volt a részvétel, ami egy óriási eredmény. Abban a pillanatban kezdtünk el reménykedni, mikor ezt a számot megláttuk, mert mi azért úgy futottunk neki az eredményvárásnak, hogy tényleg, ha, ha, csak néhány képviselő bejut, hogyha esetleg a polgármester sikerül, annyira jó lenne. És aztán az, amikor ott álltunk, és akkor a polgármesterünk 51-43 százalék győzött a jelenleg hatalmon lévő König Ferenc polgármester úrral szemben, az, az, egy, az egy elképesztő katartikus élmény volt, és gyakorlatilag egy, egy, spontán eredményváró alakult, mert a lakosok is annyira izgultak, hogy kiabáltak a telefonba, hogy hol vagytok, hadd jöjjünk, és együtt ünnepeltünk, és hát az meg végképp nem várt eredmény volt, hogy 18-an voltak a, a képviselőjelöltek listáján, és nálunk hatra lehetett szavazni, és mind a hat a Sóskuti civil kör jelöltje Úgyhogy ez egy, ez egy abszolút óriási lehetőség a település életébe. Köszönöm. Tök jó, köszi. Nem is fogok most többet kérdezni a részleteket. Ki szeretné folytatni? Jó, köszi. Um. Viki lendülete után kicsit nehéz átvenni a mikrofon, de azért igyekszem. Azért gondoltam, hogy ez a jó pillanat, hogy, hogy én belépjek, mert hogy, hogy annyira más a mi településünk, meg az a dinamika, hogy a kampány zajlott Török-Bálinton sós... sós ja, jó, akkor ezt így magam felé fordítom. Tehát, hogy egészen más a dinamika, ami Sóskúton történt, meg ami Török-Bálinton rajzolódott ki, meg alakult. Törökbányról röviden annyit, hogy ez egy nagyjából 15 fős település, agglomerációs település, autópályák szelik keresztül, ami egy ilyen meghatározó arculata, a településünknek egyébként az a véleményem, hogy törökbálint is nagyon szép, és nagyon sok természeti érték és épített kultúrális örökség található, úgyhogy érdemes törökbálintra is ellátogatni, akár útban, sóskút felé, mert útba esünk, <kül> gyertek és álljatok meg, nagyon szép a. A nagy erdőnk nagyon szép, a, én úgy gondolom, a róka egy, tehát hogy kirándulni is. Nagyon sokan választják a, a településnek a, az értékes zöld területeit közel a városhoz, ami egy nagy előny, és most már a vármegyebérlettel bérlettel <tosz> <tosz> nagyon <tosz> könnyen elérhető nem gondoltad, hogy előjön? Na, most már én is adaptálódom erre. Soskut, Soskuton az akkumulátor ipari beruházások miatt ugye elindult egy civil összefogás, ami viszonylag ugye az első, kevés, talán kevésbé köztudott, hogy az első beruházás a Dongba volt, ami, ami talán már három évvel, három évvel ezelőtt, négy évvel ezelőtt valósult meg, akkor elindult egy összefogás, de, de hogy igazából a, az Andrada gyárnak a megjelenése az egy ilyen nagyon komoly lakossági összefogást indított el. Ezzel szemben e, Török Bálinton, a Török Bálint Holnap ként e, 2018 óta e, vagy 2018-ban tettünk arra kísérletet, hogy a Törökbányot holnap egyesülettel, egy alapvetően civil alapokon, a korábbi eh, politikai, országos eh, pártpolitikai megosztottságot meghaladóan civil alapokon eh, tudjunk a, a saját lakókörnyezetünkben, eh, életterünkben politikai tevékenységet végezni. Eh, és eh, nagyon Hosszú, és szerintem mm, fárasztó szervező munka után eljutott még 2019-ben odáig a, a, a csapatunk, hogy föl tudott állítani nyolc képviselő jelöltet, nyolc körzet van török Bálinton, illetve egy polgármester jelöltet csöke Péter személyében aki már tett a csapatnak 19-ben is a polgármester jelöltje volt és akkor akkor mi mi annak már nagyon örültünk volna, hogyha három képviselő bekerül a, a csapatunk. Tehát azt már egy nagy és jó eredménynek értékeltük, ugye előzetesen 19-ben, hogy három képviselővel be tudunk kerülni a, a, a testületbe a, a megszokott politikai szereplőkön túl, és itt a Fidesz és az MSZP-t török Bálinton. Én, és annyit még, hogy hagyományosan jobboldali, konzervatív beállítottságú a, a település, szinte kivétel nélkül jobboldali, fideszes városvezetés volt. Volt eltérő precedens, de most ebbe nem megyek bele, de alapvetően egy konzervatív, jobboldali, sváb településről beszélünk. Ö, és akkor 19-ben megtörtént az a, nem tudom, csoda, hogy, a, hogy az Egyesületünk hat képviselőt juttatott a testületbe, de a polgármester jelöltünk nem került be, és elkezdődött egy, egy öt éves padhelyzet a testületben egy hat-hatos felállással, öt Fideszes képviselő, egy mszp képviselő, akik egyből gyakorlatilag egy frakcióba álltak, és, és kialakult a, ez a hathatos padhelyzet, amiről, amiről azt így belülről megélve el kell mondanom, hogy rendkívül fárasztó és kizsigerelő helyzet volt úgy végigcsinálni öt évet, hogy, hogy ebben, a, ebben a felállásban gyakorlatilag félig meddig, mivel fontos ügyekben nélkülünk nem lehetett döntést hozni, ezért félig meddig de nagy felelősséggel részt venni a munkában, de úgy, hogy, úgy, hogy irányítani, a befolyásolni valójában nem tudjuk a, a, a folyamatokat. És azt is itt elmondom, hogy ez az öt év ez, ez sok minden, tehát a csapatban nagyon sok energiát égetett el, és sokan eleve ilyen kiégési állapotban kerültek bele a, ebbe a 24-es kampányba, amit mi nagyon korán elkezdtünk, tehát Soskuttal ellentétben mi valójában 2023 nyarán én úgy gondolom, hogy elindult a a kampány elsősorban azzal a, az ügye, hogy a, a, a törökbányti téglagyár területét a kormány e, rozsdaövezeti akció területé e, minősítette át, és, e, és gyakorlatilag a, e, Csányi Sándor, a Csányi Sándor tulajdonába került e, területen egy. E, egy 500 uh, lakásos lakóparknak a, uh, a megjelenése uh, borzolta a kedélyeket. Valójában nem zárult ez az ügy azóta le, tehát hogy ez egy továbbra is fontos uh, feladatunk, hogy ezzel foglalkozzunk. Uh, ami, ami elindított egy, uh, egy nagyon erős. Uh, ellenállást a településen élők ö, ö, körében. De ezen az agglomerációs ö, településen, vagy úgy gondolom, hogy a legtöbb agglomerációs településen, ahol viszonylag gyors lakosságszám növekedés zajlott le az elmúlt ö, évtizedekben, ö, nagyon megváltozott a település szerkezet, és nagyon telítődtek a, 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 a települések infrastruktúrális értelemben. Tehát a lakosságszám növekedést az infrastruktúrának a fejlesztése nem tudta követni, és ezért most már agglomeráció szerte egy ilyen mértékű lakosság növekedésnek a, a lehetősége, tehát hogy itt arról Beszélünk, hogy gyakorlatilag néhány év alatt, ugye mondjuk 1500-2000 fővel nő a 15.000 fős település, egyszerűen nem tudja kiszolgálni a megjelenő új lakossági igényeket, az önkormányzat nincsen megfelelő forrása, sem költségvetési forrása, sem megfelelő eszközei, hogy egy ilyen mértékű lakosságnövekedést elviselhetően el tudjon menedzselni. És és ez, ez a városban élők, vagy ide költözők egy egyértelmű rémkép. És a jelenlegi, még regnáló Fideszes polgármester Elek Sándor ezt az ügyet rendkívül rosszul kezelte, tehát a lehető, lehető legrosszabb módon egy ilyen egy személyes nem tudom, hadjáratot indított, és először sikerpropagandát, először azt jelentette be, hogy elhárította a rémét ennek a, ennek a dolognak, de valójában kiderült, hogy nem, megtörtént a rozsdaövezeti átminősítés. Ami, amire mi egy tüntetéssel Reggelünk ez még tavaly szeptemberben, ugye szeptemberben volt a, mikor október, októberben volt a a, a tüntetés, ezt e, szerveztük meg, illetve egy petíció e, aláírás és úgy gondolom, hogy ezzel a ezzel a, a, a már elindult a konkrét 2024-es önkormányzati vagy legalábbis polgármesteri ö, kampány. Figyú Marci, az időd. Letert az időm, és én még sehol nem járok. Igen. Hát én nagyon rosszul. Én nagyon rosszul Úgy, hogy, gazdálkodom Akkor az átadjuk azt, és akkor a következő körökben ki tudod egészíteni? mondjuk akkor két Jó. percet adok még neked, Jó, hogy a kampányról, a... meg a választásról beszélj. Jó. <laughs> Jaj! Most meglepődtél, hogy ezt kérdezem? Nem. E, alapvetően, tehát hogy, mm, csak tényleg most akkor így nagyon röviden, tehát alapvetően e, idén januártól, tehát 24. januártól kezdve egy részvételi programalkotási folyamatba kezdtünk bele, és erre épült föl a, a, a kampányunk, illetve így született meg a, a holnapnak a a, a programja, és, és azt remélem, hogy ezt a programot most ebben az új helyzetben tudjuk majd megvalósítani, és végigvinni. És még erről majd beszélek. Később. De mond az eredményeket azért csak, hogy részvételi arányt meg a... a hát a fejemben lenne, akkor tudnám jó, mondani, okay. de, de nincs. Oké, okay, jó. Akkor Andris. Sziasztok! Én Ajti Andris vagyok, a Szikra mozgalomnak voltam most 2024-ben az önkormányzati kampányfőnöke, és uh, lehet, hogy ott kezdtem, hogy mi a szikra mozgalom, mert nem biztos, hogy minden uh, hallgatónak meg nézőnek uh, egyértelmű. Uh, én emlékszem arra, amikor 2019 nyarán érkezett egy e-mail, aminek kb. az volt a felhívása, hogy élünk itt Budapesten egész sokan, akik tudják, hogy hogy kell kampányolni, meg mi az az aktivizmus, és nem bízunk abba, hogy ezt tudják a politikusok, úgyhogy a, a 19-es önkormányzati választáson támogassunk érték alapon Pál polgármesteri ajtot, és akkor így támogattuk Karácsony Gergelyt, meg a Piko Andrást, meg Baranyi Krisztinát, és, és azt éreztük, hogy ez egy jó dolog volt, és hogy valóban értünk ahhoz, hogy hogyan kell kampányolni, és hogy milyen jó lenne, ha akkor ebből lehetne egy szervezet. 2020-ban így lett ebből a szikra mozgalom, aminek már sokkal több politikai célja volt, mint hogy értékalapon kiválasztom néha a polgármestereket, hogy megsegítsék a kampányukat. Ennek a mozgalomnak utána 21-ben az előválasztás alatt a Jánbor András képviselőjelöltsége volt a, az ilyen nyilvánosságban látható munkája, 22-ben ennek be is ért a gyümölcse, Jánbor András a parlamentbe és onnantól kezdve szerintem a mozgalom a belül is nagyon fontos kérdés volt, hogy nem nem csak, hogy úgy visszfejű ez a mozgalom, hogy Budapesten van jelen, hanem úgy is visszfejű, hogy inkább csak Józsefvárosban van jelen. Úgyhogy egyértelmű volt, hogy 2024-ben, ha, ha, ez a, tehát hogyha bármilyen cél is van a mozgalomnak, az a szervezetépítés és a hálózasot, na hogy minél több helyen legyenek tagjai a mozgalomnak, és akkor ebből lett az, hogy akkor a 24-es önkormányzati választás egy eszközként tekintünk, ami arra a lehetőséget ad, hogy a mozgalomnak sokkal több tagja legyen, és, és az országban sokkal több helyen is. Alapvetően így indult ez a kampány. Én közben meg teljesen másra voltam elfoglalva, mert engem 2023 márciusában felkért Jávor Benedek, hogy legyek az ő kampányfőnöke, ami 2023 novemberéig tartott, hogy én ebben hittem, és akkor mondtam ott fel, és akkor 2024 januárjában kaptam meg a Felkérés, hogy akkor a szikrában uh, legyen valami központi kampány, ami koordinál kettő debreceni jelöltet, egy érdit, egy szegedit, egy zuglóit és egy Józsefvárosit. És amúgy még van kettő szikrás tag, akik elindultak tízzer fő alatti településen, és ezeknek a településeknek a történelmi, szociológiai összetevéből ők nem fogják felvállalni, hogy szikrásak, hanem függetlenként indulnak, úgy, hogy őket is segítsük és támogassuk, azért hiszem, mert tagjaink, úgyhogy ilyen összetétel kezdődött meg az én munkám. Uh, és viszont ezek a jelöltek addigra már, tehát 21. januárig már sokat dolgoztak, és, és közösséget már építettek, helyi csapatjaik voltak, kampányiskolában már részt vettek, amit a szervezet szervezett nekik, vagy nem mozgalom, uh, és, uh, és ami a, a, nekem a feladat volt, hogy Egyrészt a, a Szikrában nagyon sok tudás volt arról, hogy mi a, a kampány, mi az aktivizmus, de hogy ezt nem feltétlenül voltak meg ezeken a földrajzi helyeken, vagy azokban a jelöltekben, vagy kampánycsapatokban. Másrészt meg nagyon sok olyan aktivistánk vagy tagunk van a szervezetben, akinek mondjuk a saját településén nem volt semmilyen érdekeltségű részvén a kampányban, de nagyon szívesen segítette volna egy másik szikrás kampányát, és akkor ezeket a erőforrásokat elosztani, hogyha mondjuk van 200 szikratag csak Budapesten, akkor eldönteni, hogy ők mikor utazzanak el Debrecenbe, vagy Szegedre, és mikor Józsefvárosba, és mikor Zuglóba, és, és, és ezt ezek voltak igazából így a szervezeti kihívások. Azon túl, hogy én szeretném itt még megemlíteni, hogy szerintem egy nagyon ö, különleges kampányal nézett az országban szemben mindenki, mert a, a legígéretesebb választás az nyilván a főpolgármesteri választás volt, ahol a, a kormánynak igazából az volt a, a stratégia, hogy nem nevezi meg az ellenfelet, úgyhogy jó. Nem nagyon szólt a nyilvánosság 2024. februárjáig arról, hogy itt egy választási verseny van, hiszen nem volt a térképen az ellenjelölt. Így nem. Tehát a, a nekem folyamatosan azt jelölték vissza, jelezték vissza a, a jelöltjeink, hogy Nincsen kampányhangulat, és ez volt az általános érzés, hogy nincsen kampányhangulat. Közben megjelent egy magyar Péter, aki meg minden sajtófigyelmet és, és igazából ilyen közéleti témát ö, leuralt. És, és az is nagyon-nagyon nehéz volt a jelöltjeinknek, hogy, hogy ők, ők úgy akartak elindulni, hogy már volt szervezetük, voltak helyi kampányaik, de hogy általában valamilyen ellenzéki összetételű, önkormányzatban kellett nekik jelezni, hogy én itt vagyok a, a térképen, megérkeztem ebbe a kerületbe, van csapatom, viszek ügyeket, és akkor el akarok indulni, és ez sem volt egyértelmű, mondjuk zuglóba, hogy uh, Horváth Csaba miért uh, gondolja, vagy mi gondoljuk-e azt, hogy Horváth Csabával közösen kell elindulni, vagy... vagy uh, Szegeden mondjuk gondolja a polgármester, hogy nekünk helyünk van a politikai térképen, azért, mert hogy az elmúlt egy évben felépítettünk egy helyi szervezetet, úgyhogy ilyen nehézségekkel néztünk szemben. De végül szerintem van kettő szikrás képviselőnk, és van amúgy kettő szikratag, aki képviselő az országban, de nem mondom most be, és, és mindenhol létrejöttek helyi szervezetek, akik a mai napig aktívak és, és, folytatják a munkát, úgyhogy én azt gondolom, hogy az a része nagyon sikeres volt, hogy a Szikrának most sok, sok kis szervezete van, nem, nem kicsi, hanem sok közepes szervezete. Van. Akkor viszont tőled még kérdeznék egyet. Egyrészt köszönöm a Józsefváros, mint vízfej, tehát hogy még sose, tehát ez úgy sose merült föl a világban, hogy Józsefváros egy vízfej, mindennek a közepe, azt tudtuk, de hogy még egy ilyen túlsúlya is van ebben az országban, az már tényleg, de hogy, hogy azt, hogy, tehát hogy, hogy hogy döntött el a szikra, ha te tudod, hogy mondjuk miért ezeken a helyeken? Miért csak ezeken a helyeken, miért nem sokkal több helyen? Szóval mondjuk a Magyarországon ilyen berobbanó új pártok, azok általában azt szokták csinálni, hogy berobbannak és mindenhol indulnak, és azt mondják, hogy most vagy soha. És azért az egy döntés, hogy mondjuk nem tudom, most tíz hely, kb. így ez volt a fejemben, hogy tíz helyen indítottatok, szóval hogy lehetett volna sokkal több helyen. Hogy, hogy miért ennyi helyen, és miért ezeken a helyeken? Hát ebben a, legelején, a, a, a folyamat legelején nem voltam ott. De azt hiszem, hogy nálunk az volt az első. Tehát, hogy nem az volt a lényeg, hogy mindenhol induljunk el, és akkor embereket voltunk, vagy el akar színulni, hanem az volt az első kérdés, hogy ki akar a saját településén közösséget szervezni, és kiválalja ezt a munkát. Tehát, hogy igazából azért ezek a helyek ö, lettek, mert ott jelentkezett valaki, hogy ő nagyon szívesen megszervezi a közösséget. Ö, és amúgy szerintem lehetett volna több helyen is, csak ahhoz talán erőszakosabbnak kellett volna lenni emberekkel, de ez nem volt cél, hanem az volt cél, hogy, hogyha valahol van valakiben bátorság, meg akarat arra, hogy megszervezze, akkor az megtörténjen. Tök jó, köszi. Na és akkor most ilyen körkérdéseim vannak. Nektek nem lesz meglepetés a körkérdés. Az első az az, hogy mi az, ami nagyon jól ment, amit másoknak is ajánlanál, ami ilyen jó gyakorlat a kampányban, és hogy ti mit tanultatok ebből a kampányból, amit mondjuk korábban nem tudtatok. És mi esetleg a gondolok. Amit úgy gondolom, hogy, hogy jól csináltunk, hogy tényleg volt egy stratégiánk és, és koncepciónk, és ez erősen ragaszkodtunk, és nyilván felülbíráltuk a visszajelzések alapján, nagyon sok minden nem módosítottunk, rugalmasak voltunk. De volt egy, 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 egy vonal, amit azért követtünk. És azt gondolom, hogy, hogy tényleg erős volt maga az, a, az ahogyan, ahogyan vizualitásában megjelentek az anyagok. Tehát abban tényleg volt digitálisan is, és plakátformában is, és szórólapon is egy, egy, egy nagyon erős egységesség. És egy, és egy, magas minőség. Mert azt éreztük, hogy, hogy, fontos, hogy, hogy érezzék is a lakosok, hogy, hogy mennyire fontos nekünk ez, és hogy, és hogy amilyen minőséget belövünk, azzal, 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 ők is átérezzék, hogy mennyire fontosak nekünk. És ez alá nem mentünk. Tehát, hogyha ez, ez nem, ha nem úgy sikerült egy anyag, akkor inkább nem ment ki. A másik ö, stratégiánk az tényleg az volt, hogy a kevesebb az olykor több. Tehát, hogy azt tapasztaltuk, hogy hogy ö, a König Ferenc polgármester úr is inkább ilyen nagyobb anyagokban gondolkodott, meg olvasmányos, meg ilyen újságformátum, meg abba gondolkodtunk, hogy hogy tudjuk ö, gyorsan, hatékonyan átadni az információt. És az abszolút pozitívumként emelném ki. Amit ö, hiányoltam, vagy amit úgy érzem, hogy másképp csinálnék, ha most újrakezdhetném, az pont a, a részvételi programalkotás, amire egyszerűen már nem volt kapacitásunk, meg lehetőségünk, tehát nem volt időnk, és nem ott tartottunk a folyamatban. A másik, hogy én, én, úgy éreztem, és ez nagyon-nagyon fontos volt a stratégiában is, hogy jussunk el a, a leszakadó, a kirekesztett társadalmi rétegekhez, ahol nagyon magas a félelem, ahol, ahol egyszerűen nem, nincs is kapaszkodójuk, nincs információjuk, és sokkal könnyebben megfélemlíthetőek, vagy akár rávehetők szavazatuknak az eladására, és úgy éreztem, hogy csak egy, csak egy, csak egy minimális réteget látunk és hogy ebbe gyakorlatilag vakon repülünk, ez, ez, biztos az, amin változtatnék, amire több időt allokálnék, hogyha újra kezdeném. Köszi, még kérdezek, és aztán megyünk a többiekre. Hogyha jól értem nálatok, mindenki, aki a kampányban részt vett, senk, nem nem, hogy senkinek, aki a kampányban részt vett, nem volt semmilyen korábbi politikai vagy bármilyen tapasztalata. Egyedül a polgármester jelöltünk Aha. volt, senki más. Ho honnan tudja egy olyan csapat, akinek fogalma sincs a politikáról, hogy hogy kell megnyerni egy választást? <laughs> Ez egy remek kérdés, köszönöm! Az az igazság, hogy én egyébként a média meg a reklám világából jövök, és ez lehet, hogy látszott is egy kicsit az én hozzáállásomba, gondolkodásomba, ahogy ragaszkodtam ahhoz, hogy stratégiától indulunk, és az irányoktól indulunk, és ezt akkor együtt beszéljük át. Ez, ez azt gondolom, hogy biztos, hogy benne volt. A másik, amit viszont nagyon-nagyon kiemelnék, hogy egy elképesztő csapatmunkát láthattunk. Tehát, hogy civil emberek, akik akár ö, elővették, hogy én ezt csináltam korábban, én meg ezt, és én akkor ezt teszem, belette meg ezt. Tehát gyakorlatilag a kampány anyagaink azok azok valódi csapatmunkában készültek. Ami, ami őszinte leszek, nem könnyű folyamat, de de egyébként meg van, egy, van egy szépsége is, mert nagyon sokféle gondolat került bele. Volt olyan ö, anyag, amit tényleg egy héten írtunk és, és őszinte leszek, hogyha összehasonlítom a legelső és, és, azt, ahova eljutottunk, miután széné kommentáltuk, tényleg érdemes volt. Tehát, hogy ez egy, ez egy elképesztő erős ö, csapat volt. Úgyhogy a másik pedig a lakosságnak a támogatása, ami egészen ö, megható jelenetekig ö, ö, alakult, akár például volt olyan lakos, aki 70 pluszosan azt mondta, hogy semmi más nem tudok tenni, de részese szeretnék lenni. Adjatok egy pár szórólapot, hadd szórjam le ezt az utcát. És akkor tényleg ott tehát az ember, hogy vállal, na igen, ezért érdemes csinálni. És ez érezhető volt a csapaton is, hogy volt az eredményvárásnál már egy ilyen, egy ilyen megérkezés, hogy bármi bárhogy alakul, köszönöm ezt az időszakot, köszönöm, hogy már itt vagyunk egymásnak, és már van egy ilyen közösség. És akkor erre majd építhetünk. Köszönöm. Köszi, Marci. Szóval most akkor beszélj arról, kérlek, Igen, hogy mi volt a jó a kampányban. Igen, ö, tehát hogy 19-ben egy ilyen alapvetően stratégiaalkotási programmal álltunk, tehát hogy az Egyesület adott esetben külső szakértőkben a bevonásával alkotott egy stratégiát, aminek az alapértékei között a részvételiség egyébként már, megjelent, és, a, és, az előző éves ciklusban is próbáltunk olyan, tehát például a részvételi költségvetésnek a bevezetése Török Bálinton, ami most nem megyek bele, de hogy hozzánk kötődik Tervezési projekteket indítottunk el, nem jó sikerre és nem jó hatékonysággal, ezt nyugodtan elmondhatom. Ami most szerintem az alapvető változás volt ebben a kampányban, hogy most abszolút a kampány központi elemé vált a részvételi tervezés, ami azt jelenti, hogy a, hogy a településen több mint ezer vagy 1100 háztartást kerestek fel a jelöltjeink, és a segítőik még a koratavasszal egy alapvetően a településről szóló kérdőivel, egyáltalán nem még a kampányra fókuszálva, hanem tény tényleg a településen élők véleményének a megismerése okán, hogy ezt lássátok, ez a háztartásoknak az egy tehát ami én úgy gondolom, hogy egy nagyon szép eredmény, hogy ennyi háztartást el tudtunk érni, és hogy, és hogy ezek az inputok, amik a későbbi programba bekerültek, és nyilván épül a, a 19-es eredeti stratégiára is, de, de hogy, hogy ez egy a településen élőknek a a szándékát, érzéseit, vágyait jól reprezentáló program, és amiben a lényegi elmozdulás történhet, hogy most ezen a részvételi program alapon a megfelelően jól szervezett részvételi folyamatokat el tudjuk indítani, és a városvezetésnek a központi mozgatójává válik ez a ez a, a folyamat, remélem, hogy már az októberi részvétel hónapja során már, már a, a csapat, a jelöltek, illetve a tagok újra fölveszik a fonalat, és ismét meg tudjuk szólítani a. A lakosságot, illetve legjobb tudomásom szerint az egyik legfontosabb feladat lesz, hogy a, hogy a részvételiséggel foglalkozó szervezeti egységet, irodát, most már hogy nevezzük ezt a, a polgármesterünk, mi hamarabb fölállítsa, és akkor elkezdődjön így a munka. És kampányfőnökként mennyiben más egy olyan kampányt vinni, mint a 19-es, ami nem annyira részvételi, hanem ha jól értem, inkább ilyen fölülről vezérelt, és, és, egy ilyet, ami, ami alulról szerveződő, meg, meg alapvetően ilyen aktivistább módszerekkel, tehát hogy kampányfőnöként mi a különbség, meg hogy miért váltottatok, vagy szóval azt éreztétek, hogy az nem működik, vagy csak akkor még nem álltatok készen arra, hogy részvételibb legyen. Szóval hogy mi, miért volt az, hogy máshogy álltatok neki? Mert mi mondjuk kétszer indultunk a választáson, és kétszer ugyanazt a módszert használtuk, csak legfőjebb még jobban csináltuk, de hogy én, én olyat még nem tapasztaltam, hogy váltunk, és akkor ezért érdekel, hogy az milyen, hogyha váltasz. Tehát a kérdés első felére, hogy kampányfőnökként mi nem tudok válaszolni, mert hogy nem voltam kampányfőnök korábban, tehát hogy ezt, ezt nem tudom így összehasonlítani. Az, hogy, hogy miért történt ez a váltás, szerintem igazából... Már, ahogy mondtam, az eredetileg megalkotó stratégiának is az egyik központi alapértéke volt a részvételiségnek, meg a részvételi demokrácia művelésének a, a, a szándéka, és az, hogy öt évig a, a csapat a képviselőtestületben ott volt, és találkozott azzal a problémával, hogy mennyire nehéz a közönynek a falát átütni, és mennyire nehéz embereket kihozni, hogy a közös ügyeinkről beszélgessünk érdemben. Ez szerintem egyértelművé tette, hogy, 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 hogy az apátiával szemben, ami a legnagyobb probléma, Érzékeltük a, a, úgymond a közéletben, tehát hogy annyira elfordultak az emberek a közélettől 2023-ra már, vagy már sokkal hamarabb, de most, hogy, hogy, hogy mit kezdjünk ezzel az apátiával, hogyan tudjuk a közön falát átütni, és szerintem erre volt az a válasz, hogy, hogy úgy, hogy igenis oda megyünk. Mindenkihez, és kikérjük a véleményét, és, és ez így megyünk tovább. És azt remélem, hogy ez igazából nem így a kampány, amit most elkezdtünk a, a kampányban, ez nem most hozta meg a gyümölcsét, hanem, hanem ezt kell folytatni, és, és akkor fog ez majd beérni, hogyha, hogyha ezt tudatosan folytatjuk. Köszönöm. Andris, mi volt jó? Ebbe a kampányba uh, nekem nagyon-nagyon jó volt, és jó volt látni, hogy működik, és, és tanulni azt, hogy hogyan működik a digitális kampány. Mert, Annyi, azt mindig hallottam, hogy az fontos, de sose láttam jól működni. És akkor itt a Szikrában nagyon sok uh, hozzáértő uh, ember volt, és, és ennek szerintem a legszebb példája, hogy hogyha ha valóban valaki úgy írja meg az e-maileket, hogy a feliratkozók azt élvezik, és, és elolvassák, és reagálnak rá, akkor meg tud történni az, hogy amikor leülünk, és megtervezzük azt a fundraising adománygyűjtő stratégiát, hogy a következő 30 nap, azt hiszem 30 nap volt, de lehet, hogy 60, de vagy meg volt, hogy egy adott időszakon össze akarunk gyűjteni x pénzt, és megterveztük, hogy ez 4 millió forint lesz, és két nappal a határidő előtt összegyűlt a 4 millió forint, akkor én azt gondoltam, hogy hát ennyire mérnöki pontossággal, tehát hogy ez már lehet a szerencse, de hogy igazából én azt is éreztem, hogy nagyon-nagyon értenek hozzá, úgyhogy mindenkinek tényleg ajánlom, hogy uh, tanuljanak digitális kampányeszközöket, és nem azért, mert hogy sok pénzt lehet fele gyűjteni, hanem azért, mert a, a média az nyilván nem fog figyelni egy település választására, uh, kivéve ha az Budapest, uh, tehát, hogy nincsenek helyi médiák, és, és nem szabad a média, uh, és ugyanúgy a Facebook is uh, egy cég, akik uh, nem tudom, pénzt kérnek azért, hogy hirdes és kényelkedve szerint változtatja az algoritmus, is, ugye a az a szikrában nagyon alap volt, hogy terep és kopogtatunk, és pultozunk, de már találkozunk személyesen az emberekkel, akkor nem olyan nehéz ö, rávenni őket, hogy maradjanak velünk kapcsolatban, és a digitális kampány igazából egy közvetlen kapcsolat. Onnantól, hogyha nem spammeled őket, és nem rossz e nekik, akkor képes vagy eljutatni az üzenetet, vagy pénzt is kérni, amire mondtam a jó példát. Uh, szóval ez, ez szerintem egy nagyon erőssége volt ennek a kampánynak, Uh, ugyanakkor én azt érzem, hogy a sajtóval is nagyon jól bántunk ebbe a kampányba, és az előbb mondtam, hogy egy önkormányzati kampánynak nem feladata, vagy nem nagyon van tere a sajtóval bánni, de nekünk nagyon uh, szerencsés módon, ahol a Suderorse indult zuglóba, ott a kormány kitalált, hogy épít egy uh, mini dubajt, és, és ez. Uh, a lábunk előtt hevert téma, amit érdekelt a sajtó, és úgy tűnt, hogy egy politikus se akar vele foglalkozni ö, érdemben, és erre mi nagyon sok ö, akciót szerveztünk, amik sikeresen futottak a sajtóba egyrészt. Másrészt itt volt egy egy nagyon tudatos munka a sajtóval kapcsolatban, hogy, hogy akkor ezt társítsák az, a Sudárosihoz, és ennek szerintem kettő ilyen, ilyen példája van, hogy, hogy ez miért sikerült jól, vagy ami így mutatja, hogy, hogy amikor a horvát sevet behívják az egyenes beszédbe, és Suler Osvájáról kérdezi a műsorvezető, akkor az kicsit mutatja, hogy akkor ott ő már egy, a szerkesztő szerint egy elfogadott ellenfél, a másik, amikor a Zugló megválasztott polgármestere Rózsa András tőlem kéri el az ATV szerkesztőjének a telefonszámát, mert ő még nem járt az ATV-be, de a sem már járt. <laughs> Úgyhogy ehhez csak azt tudom mondani, hogy mindenki legyen bátor és zaklasul az újságírókat, de mindig gondoljanak bele, hogy ők is nyolc órát dolgoznak és néha alszanak, úgyhogy ezzel a szemlélettel kell őket hívogatni. Uh, igen, azt hiszem ezek voltak, amik azt mondom, hogy jól sikerültek, meg, meg úgy általánosságban az, hogy sok volt szerintem a tudás átadás, aminek én örülök, hogy fél tucat ember megtanul tüntetésbe jelenteni, meg közérdekoldagít igénylést benyújtani, meg ilyesmit. Köszi, következő kör és akkor most kezdjünk harcival, hogy nem mindig ugyanaz legyen hogy ez, amit, amit, ami nem ment jól meg amit máshogy csinálnátok vagy ami, ami esetleg tehát, hogy rosszul sikerült azt hiszem, hogy folyamatosan, tehát ugye a kampány legelején megfogalmaztuk azt, hogy hogyan eh, szeretnénk a, az úgymond a bevonást és a, a, az aktivista bázist eh, növelni, és eh, ezen eh, menni, és ez az, amiben a mi kampányunkban, annak ellenére, hogy, hogy elsődleges hangsúlyt fektettünk a, a részvételiségre, nem tudtunk valójában eredményesek lenni. És hát nehéz így értékelni, hogy ennek mi az oka. Már most arra gondolsz, hogy ugye, hogy nagyon sok háztartásbe jutottatok, kérdőiveztetek, de viszont nem jöttek aktivistának de nem az jöttek emberek. Akti... Tehát, hogy szívesen válaszoltak kérdőívekre, de meg szívesen szavaztak is rátok, nyilvánvalóan, de nem jöttek aktivistának. E, így van. És, és ez valahol a, a, az Indok szerintem ugyanott keresendő, amiért nem működnek, a, vagy nem működtek korábban a, a részvételiség alapú e, e projektek. Nehéz fölvállalni, hogy valaki aktív közéletileg, biztos, hogy nagyon nehéz. Tehát, hogy olyan berögződések vannak az emberekben, hogy ha fölvállalják egy csapathoz való tartozást, vagy tehát ezt, ezt, ezt nagyon nem, nem szívesen teszik meg. És akkor különösen egy olyan környezetben, vagy attitűdben, ahol ahol ráadásul a, a, a regnáló vezetés mindent megtesz azért, hogy, hogy eltávolítson embereket, és árulónak békjóz meg eh, olyanokat, akik mondjuk kapcsolódnak egy szervezethez, negatív eh, következményei vannak annak, hogyha, hogyha valaki politikai eh, folyamatokban eh, részt vesz. Tehát ugye ez teljesen begyűrőzött a, a helyi társadalom szintjére is. Én még nagyon naívan 19-ben azt gondoltam, hogy egy ekkora 15 ezer fős településen nincs jelen ilyen szinten a, a kormányzati a Politika, meg a, a kormányzati működés módja a nernek abszolút tévedtem, tehát hogy ez ö, ott van minden szinten, ugyanazokat az eszközöket használja, ugyanannyira gátlástalan ö, és nagyon nehéz ebb, ezzel ö, szembe menni. Aztán biztos, hogy mi is követtünk el, sok hibát, meg bennünk van az a, továbbra is úgy érzem, hogy bennünk van az a bizalmatlanság, ami, ami amiatt alakult ki, hogy ilyen nagyon gátlástalan eszközöket alkalmaztak ellenünk, mint lehallgatás beépítettem ember, stb. Tehát, hogy ezek, ezek, ezek rányomják a bélyeget egy csapatnak a, a lelkületére. Mm, tovább kell lépnünk. Igen, hát én már így beszéltem egy kicsit nektek a, a, arról, hogy mi az, amit másképp csinálnánk. Ez leginkább ugye tényleg az, hogy nem tudtunk elég információt gyűjteni korábban, tehát hogy egyszerűen nem tudtuk azt megteremteni, hogy akkor részvételi programalkotás, bár azt hozzátenném, hogy nagyon sok információt kaptunk a lakosságtól megkeresések útján, meg, a, meg ezek, ezek, ezek a valódi informális beszélgetések. Tehát azért nekünk az, hogy falu és, és ekkora méret, az azért rengeteg teget segített. Tehát a választások napján is lehetett érezni, ahogy körbejárod a, a települést, és mozognak az emberek, és tudsz velük kommunikálni, tehát nem kellett messzire menni. Én még ugye azt említettem meg, hogy, hogy hogy tegnem mindegyik réteghez jutottunk el, és összességében, ami még nálunk nyilván nehézséget jelentett, hogy hogy nem tudtunk egy nagyon-nagyon feszes kampány működéssel operálni, mert egyszerűen borzasztóan fiatal volt maga a szervezet. Tehát mi nem jutottunk el odáig, hogy, hogy érdembe szervezetet fejleszünk, hanem gyakorlatilag random próbáltunk nagyon gyorsan szabályokat alkotni egy konkrét helyzetre. És ennek nyilvánvalóan voltak nehézségei, és ez a feladat még vár ránk. Egy kicsit beszélsz arról, hogy kiket nem értetek el, mert emlékszem, hogy amikor az ilyen kéthetes beszélgetéseink voltak, akkor nem emlékszem, talán öreg hegy, de lehet, hogy valamilyen így van, hegy, így van. ahol így nem fejtetted ki, de az volt az érzésem, hogy való, valószínűleg ott élnek az a szegényebb emberek, vagy a hátrányosabb helyzetű emberek, és hogy mindig mondtad, hogy én nagyon szeretném, hogyha oda mennénk kopogtatni, de nem tudunk menni kopogtatni, szóval erről egy kicsit beszélsz, hogy Igen. hogy ez, ez mit jelent, vagy hogy alakult. Igen, tehát gyakorlatilag a sóskutat úgy képzeljétek el, hogy van maga a falu, van az ipari park, és van az öreghegy. Tehát gyakorlatilag ez a, ez, a, ez a, három része. Egyébként én is az öreghegyen élek, tehát ugye ez nekem nagyon nagy segítség volt, mert nyilván ott a, ott a hegyen én már az aku ellenállás legeleje óta kommunikáltam és kapcsolódtam az emberekkel. Tehát nagyon sok ö, visszajelzés onnan érkezett a, a, hegyről, és még akár egy petíció aláírás kapcsán, vagy, vagy akár beszélgetések kapcsán előjöttek azok a dolgok, hogy hogy ők, ők milyen problémákkal néznek szembe. Egyébként ez is egy szakadék, tehát gyakorlatilag az, hogy a, a, a van a, a falu, és akkor van az öreghegy, ami a külterület, és ami kevésbé fontos, és gyakorlatilag úgy érzékelték a lakosok is folyamatosan, hogy ők nem számítanak, hogy ők nem részei ennek a településnek. És, és gyakorlatilag ezt volt nehéz elérni, hogy ott is merjenek az emberek egyáltalán kijönni, amikor konkrétan a hegyre hirdettünk meg lakossági fórumot, határozottan kevesebb volt az érdeklődő. Mert egyszerűen féltek. Egyszerűen ez nekik ismeretlen volt, hogy hozzájuk feljön valaki, és megkérdezi őket, hogy ők, ők hogy látják, vagy mit szeretnének. Úgyhogy ezt a szakadékot érezzük, és azt is érezzük, hogy ezt a mi feladatunk lesz lebontani és meg egyszerűen összehozni a falunak a lakosságát, mert ott is rengetegen élnek, és családok, és, és tényleg ott vannak azok a rétegek, akikről gyakorlatilag nem tudunk. Tehát, hogy engem meglepett az egyik lakos, aki szintén segített a mozgósításba, és én azt hittem, hogy oké, okay, itt a hegyem már csak néhány ház van, és itt már igazából nem élnek többen. Kezdődik az erdő, és kiderült, hogy dehogy nem, és nagyon sokan, és bejelentve, és nem is tudtak arról, hogy aznap van a vállalat. Osztás. Hát, hogy ez egy nagy kihívás. Köszi, Andris, nehézség, mi ment rosszul? Igen. Uh, nekem nagyon szomorú volt azt látni, hogy egyrészt uh, voltak, akik velem dolgoztak, mint központi kampánycsapatban, és voltak a jelöltjeink, akiknek volt saját kampánycsapatuk helyben, és azt az láttam, hogy ezek a helyi kampánycsapatokban a szerepkörökben nagyon nagy a fluktuáció, és ugye én azért tartottam kapcsolatot a jelöltekkel hetente, meg azért velük is egész gyakran, de nehéz volt megérteni, hogy miért lehet ez a fluktuáció, és, és ez, ezt mai napig nem tudom pontosan, hogy miért volt, de az biztos, hogy az utolsó egy hónapra ki volt jelölve valaki, aki ezekben a helyi ö, kampány szerepekben lévő emberekhez kb. mindig rákérdezett, hogy Mizu, hogy vagy, mi történik, van-e valami elakadás, és tudok-e benne segíteni. És erre nekem már nem volt időm, hogy hogy minden helyi uh, szerepkörben lévően megkérdezzek, de valakit re, re, de, dedikáltam ezt a feladatot, és, és azt gondolom, hogy ezt hamarabb kellett volna, vagy vagy érdemes elgondolkozni egy ilyen uh, szervezeti kampányban, ahol ilyen sokan vesznek részt a kampányban, hogy, hogy azért a, a jól létet is valahogyan vizsgál, hogy legyen aki rákérdez, mert gondolom, hogy amúgy minden uh, helyi csapatban ez felmerül, de itt, itt nagyon sok ember vett részt a kampányban, és, és szervezeti szinten is fontos szerintem, hogy ez meglegyen. Meg lehetett volna korábban. Uh, amúgy azt is érzem, hogy pont abból a jellegből, hogy itt, itt volt több száz olyan szikrás tag, aki nem a saját települési kampányához volt elhivatott, hanem ő nagyon örült, hogyha mehetett uh, Zuglóba, Érdre, Szegedre, bárhova. Uh, ugye a helyi kampányoknak meg volt a saját kommunikációs csatornája, a saját aktivista koordinátora. Ezek az emberek meg nyilván, hogyha egyetem munka nyugdíj mellett be kell, hogy lépjenek három kommunikációs csatornára, tehát az volt a, az alap, hogy, hogy központból kommunikálunk velük, csak így azt érzem, hogy nagyon sok kommunikáció men, nagyon sok, tehát hogy így kb. két naponta háromszáz embernek küldtük el, hogy hova lehet menni, és mit lehet csinálni, és hova hányan menjenek, és ez biztos, hogy lehetett volna okosabban csinálni, hogy, hogy ne legyen ilyen sok megterhelő üzenet, tehát hogy a szikra tagsága minimum két naponta kapott egy üzenetet, hogy hova kell menni, és, és erre volt amúgy olyan ember, aki az elején még vállalkozott volna, hogy ő valamilyen tervet kitalál, hogy hogyan kommunikálom az emberek, a tagjainkkal, az aktivistákkal, mert azért az is nagyon változó ekkor a létszámban, hogy ki az, aki azt szereti, a telefonon beszélik meg, ki az, aki azt szereti, a messengeren írnak rá, ki az, aki azt mondja, hogy ő semmilyen digitális eszköz, mert hogy megfigyelik ott őt, és őt csak a közvetlen úton lehet elhívni kampányolni, tehát hogy azért ez egy nagyon nagy kíves volt, és szerintem ez egy ilyen szervezetfejlesztési belső kommunikációs kérdése a mozgalomnak. De ami talán a, a legfontosabb, hogy, hogy, hogy rossz volt, és, és a választás után éreztem, hogy ez, ez nagyon rossz volt, ez Debrecen, hogy, hogy, hogy Debrecenben most itt volt az, hogy megjelent a, a Tisza párt, a Magyar Péter. Itt volt az, hogy van egy akugyár, és egy éve Debrecenben erről szól a helyzet. És és Debrecenben elvileg megállapodtak az ellenzéki ö, szereplők, és megvolt, hogy hogy ki indul, hol, és koordinálva indulnak, és itt a történelmi esély, hogy ö, ö, legyőzzik a Fideszt, csak nagyon hamar az lett, hogy ezek a megállapodó ellenzéki pártok ö, azt arra kezdtek el játszani, hogy úgysem sem lehet megnyerni ezt a várost, hogy ö, ki kihanyadik lesz azon a listán, és ki tudja jobban eljátszani azt, hogy még kampányol, de a lehető legkevesebb pénzt teszi bele, hogy azt ne veszítse el. Így történhetett meg az Debrecenben, hogy az ellenzéki polgármesterélőletnek nem voltak plakátjai a városban, csak a két szikrás önkormányzati képviselőnek, képviselőjelöltnek voltak plakátjai. Tehát, hogy ha mi nem plakátolunk abba a városba, akkor olyan, mintha el se indul ellenzéki jelölt, mert már feladta az ellenzék, és szerintem sokkal hamarabb kellett volna a, a, szikrának nekünk azt mondani, hogy mi nem várunk másokra, és, és, és hiába elvileg közös ellenzéki, nem várunk rájuk, akkor ledomináljuk őket, mi akkor is küzdünk, és megpróbáljuk. Mi így is küzdöttünk, és megpróbáltuk, és amúgy sokkal Ö, jobb eredményt értek el a szikrás ö, jelöltek egyéniben a körzeteikben, mint a közös ellenzéki fő po ö, Debreceni polgármester jelöltet, hogy, hogy ők jó, so, és szignifikánsan több szavazatot kaptak, mint a polgármester, de az egy ilyen fájó pont volt, hogy Debrecen igazából nagyon sokat vártunk arra, hogy lesz ott valami közös ellenzéki kampány, és nem volt, és, és nem szabad várni másokra, nem szabad várni arra, hogy a pártoknak bármit is elhiggyünk, hanem igazából csinálni kell. Igen, köszi. Most egy ilyen gyorsabb körkérdésem van, mert aztán az utolsó, amikor így a jövőről kérdezlek titeket, de most azt még, még, az utolsó előtti kérdésem az az, hogy mit csináltok azokkal az emberekkel, akiket bevontatok, és akkor a Marcinál meg az a kérdésem, hogy hogyan fogtok, tehát hogy most akkor a kampányban nem sikerült, de részvételi önkormányzat szeretnétek csinálni, szóval hogy hogyan gondoljátok mégis, tehát mit tanultál, vagy hogy, tud, hogy mit gondolsz, hogy hogy lehet bevonni azokat, akiket nem sikerült a kampányba. Ö, és nálatok meg ugye mind a két helyen, tehát hogy nálatok megmozdult a falu, a szikra meg hagyományosan egy bázisépítő szervezet, sokat lehet tőlük tanulni arról, hogy hogyan lehet embereket bevonni. Szóval a kérdésem, hogy mit csináltok ezekkel az emberekkel, akik most egyszer csak elkezdtek politizálni. Kezdjünk fel Egyrészt ugye nagyon fontos célunk, hogy, hogy valóban részvételi vezetés legyen. Tehát, hogy valóban bevonjuk a lakosokat, és hogy az, az egyik szereplő ebbe az önkormányzat legyen, a másik szereplő pedig az Egyesület. Tehát nagyon fontos tartjuk, hogy létrejött egy bázis, és, és, úgy tekintünk a Sóskóti civil körre, mint tényleg egy, egy alapkőre, amit közösen leraktunk, és amit szeretnénk megőrizni és továbbfejleszteni. Mert hogy ezt tartjuk egy egészséges felállásnak, hogy igenis, hogy legyen egy civil szereplő, és legyen egy erős önkormányzat, ami viszont abszolút hisz a részvételi vezetésbe, és ennek megteremti a feltételeit. Ennek eddig a, a nyoma sem volt a településen, tehát ez, 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 mindenképp egy olyan feladat, amit, amit kitűztünk magunk elé, és szeretnénk megvalósítani. Mi ugye a helyi szervezetek építését tűztük itt célul, és azt is folytatjuk, tehát ha ha most igazából az jött el, hogy administratív is megalakulnak ezek a helyi szervezetek, a szervezetben belül kimondjuk, hogy létezik a Szegedi, a Debreceni, a Józsefvárosi, a most már Ferencvárosi, alakul a Nyiregyházi és, és mindenhol más, tehát hogy, hogy egyre több több ilyen, és, és ezek a helyi szervezetekén, én most már nem vagyok kampányfőnök, hogy nem tudom pontosan melyik helyi szervezet mit csinál Szegeden, meg, meg a többi településen. Én Józsefvárosban élek, és, és most voltam nem tudom pár hete a helyi szervezet közösségi kampány alkotásán, hogy itt mi legyen a helyi szervezet kampánya, és aztán volt egy második alkalom, hogy akkor abból ö, mi lesz kiirdetve, és hogyan, úgyhogy ilyeneket csinálunk, és amúgy meg szervezeti szinten, az, az azt hiszem, hogy a Szikrának az most egy célja, hogy a közvetlen segítségnyújtásban uh, tanuljon többet, szedjen fel tudást, és alakítson ki módszertanokat, és ezt, uh, ne, ugye ezt minden helyi szervezet is tudja csinálni, ha, ha most ilyen konkrétabb példát akartok hallani, akkor hogy egy kilakoltatás megakadályozását uh, ne csak Budapesten tudjuk megcsinálni, hanem Debrecenben, Szegeden és a többi, ahol van helyi szervezetünk, ott képesek legyünk ilyenekre, vagy más közvetlen segítségi mutásra is képesek legyünk. Meg... Um, Nekem már korábban is az volt a véleményem, hogy hogy nagyon fontos meglépni azt, hogy, a, hogy az egyesület, a Civil Egyesület, ami szervezi a közéleti tevékenységet és a, az önkormányzati vezetés vagy testületben lévők között. Tehát hogy legyen egy elkülönülés, és úgy gondolom, hogy ez úgy, hogy most az Egyesületnek a polgármester jelöltje nyert, ez egy még fontosabb feladat, hogy ne kössék össze az emberek, a, a, konkrétan az Egyesületet a városvezetéssel. Én, én úgy érzem, hogy nagyon terhelte az Egyesületi munkát korábban az, hogy, hogy hirtelen rengeteg önkormányzati ügyjel kellett foglalkozni az egyesületi találkozókon, és nagyon fókuszált lesz az egész működés erre az önkormányzati munkára. És talán az lenne a szerencsés megoldás, hogyha, hogyha el tudnánk választani egymástól ezeket a, a, a funkciókat, és az egyesületnek kellene lennie annak a, annak a bázisnak, ahol azok az ügyek, csatornázódnak a, a közéletbe, amire egyébként a városvezetésnek nincs rálátása, mert hogy mással e, foglalkozik. Tehát az a véleményem, hogy valahol itt kell keresni e, szervezeti működési szempontból a, a megoldást arra, hogy, e, hogy hogy ez a bevonás meg tudjon valósulni, mert amennyiben mindig a, mindig a, a, a fontos, aktuális önkormányzati közéleti témák, vagyunk rajta, akkor nem tudunk teret adni annak, hogy meg, megjelenjenek az egyéb számunkra nem látható, de fontos igények. És valahol a, tehát az, hogy az is egy nagyon fontos kérdés, nem csak elméleti, hanem gyakorlati kérdés is szerintem, hogy hogyan lehet a, a civil kontrollt megtartani, egy olyan helyzetben, amikor a civil szervezet adja a városvezetést, és ezzel ezzel szervezetileg megint foglalkozni kell. De ne várjatok tőlem, kélek, megoldásokat, mert nem, nem tudok mondani, tehát hogy dolgozni kell rajta, hogy ez hogy valósítható meg. Jó, és akkor az én utolsó kérdésem, a, hogy akkor hogyan tovább, megmondhatnék neked, hogy az első száz nap programja, meg hogy valósítjátok meg a programotokat fele idő alatt, meg ilyeneket, de hogy, szóval igen, tehát hogy hogyan tovább, hogy tartjátok meg a közösségi politizálást, mik lesznek az első legfontosabb szakpolitikai lépések, és azért én azt a kérdést is felírtam magamnak, hogy hogyan éritek el, hogy ne nyomjon összetiteket a NER, és hogyan nem fogtok beleszürkülni a magyar ellenzéki politizálásba, mert végül is van, -e, van ennek veszélye, hogy, hogy, sokat nyavajgunk, hogy jaj, de nehéz, meg nincs pénz, és úgy nem igazán történik feltétlenül semmi se. Marci. Én most, hogy nálam van a mikrofon, így a, egyből reagálok. Tehát, hogy nem, nem tudunk száz napos programról beszélni, tehát, hogy ö, bocsánat, mindenkit el kell, hogy keserítsenek, ez valószínűleg az a száz nap lesz, ahol nem sok minden fog még történni a program megvalósítása terén, mert hogy, mert hogy lehet, hogy 200 is lesz, mert hogy, hogy először én a leginkább arra vagyok kíváncsi, hogy mi a valós költségvetési helyzet, és ameddig ezt nem látjuk, és nem történik meg az átadás átvétel, addig nagyon nehéz bármilyen jövőbeni tervet megfogalmazni, tehát én itt óvaintek mindenkit attól, hogy ilyen nagyon nagy reményekkel tekintsen, hogy most október jön a váltás, és akkor megindulnak az ügyek. Nem, nem, hiszem, hogy lesz kapacitás arra, hogy, hogy az átvételen, a valós helyzet megismerésén, és az égető forró aktuális ügyek kezelésén túl tudjunk lépni. Az első fél évben. Tehát, hogy ö, szerintem ez a reális ö, helyzetértékelés, és akkor utána kezdődhet meg, hogyha már a figyelem nem erre összpontosul, ahol váltás van. Nyilván más a helyzet ott, ahol, ahol nem ö, váltás történt, és gyakorlatilag már a választás ö, után meg ugye mondjuk Piko András megkapta a további öt évre is a felhatalmazást, és úgy tudja folytatni a munkát, hogy nincs, nincs törés. Egy olyan, olyan településen, vagy olyan önkormányzatnál a változás történt, ott ez abszolút nem, nem így zajlik. És még valamit akartam mondani, de nem tudom. Visszaadom a kéret. És hát nálunk az igazság hogy hasonló a helyzet, mint a, mint a marciéknál, olyan szempontból ráadásul, hogy, hogy 22 év után veszük el a hivatalt, tehát hogy ez, ez, ez biztos, hogy elképesztő energiákat fog elvinni, úgyhogy még nem tudjuk eldönteni, hogy, hogy egyre a, a, a fölfestett kép az, amit egyre fölfestettünk magunknak, az mennyire reális, vagy mennyire becsültük alá, ezt még nem tudjuk. Ami biztos, hogy hogy ez lesz a fő fókusz, és, és emellett amit még fontosnak tartunk beindítani, az az, hogy nagyon sok olyan téma van a, a település életében, amik gyakorlatilag így felfelmerültek, aztán viszont nem történt velük semmi, és ezek olyan kérdések, amiket, amiket mindenképp először körbe kell járni. Mindenképp kutatómunkával, és majd a lakosság bevonásával. Mikor már konkrétumokat tudunk, tehát, hogy ezekkel szeretnénk elindulni, amit érzünk, hogy, hogy a lakosság részéről óriási az elvárás. Tehát ők ezt most úgy élik meg, hogy Úristen, akkor októbertől, sőt, már szeptember végétől minden legyen más, de hát még minden nem lesz más. Úgyhogy erről is fontos, hogy azt gondolom, hogy hogy nyíltan kommunikáljunk, és, és, és értsék azt, hogy milyen folyamatokba vagyunk benne, tehát ez világos legyen, és ez látható legyen. Úgyhogy egyre ezt látjuk egyértelműen magunk előtt, és, és, és azt, hogy, hogy azt szeretnénk. Egy, 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 dolgot kértek tőlünk nagyon határozottan egyébként, a, amit ugye a legtöbb, legtöbb lakostól megkaptunk, hogy semmiképp ne történjen hasonló kommunikáció lakosokkal, mint ami az eddigiekben, és jelenleg is zajlik. Tehát, hogy ezen mindenképp szükséges változtatni, és azt kérték, hogy nem is elég, hogyha egy az árkok fölött elindul a hídépítés, ők ezzel a választás eredménnyel azt kérik, hogy ezeket temessük be. És ezen az úton el tudunk indulni, amellett, hogy, hogy óriási feladat vár ránk így az őszítéli időszakban, ez biztos. Köszönöm. Köszi, igen, tehát a a, a rel való e, szembenállás része volt a kérdésnek, amire reagálni szerettem volna, tehát ugye e, olva, ol, olvassuk a híreket, ugye a jegyzők kinevezéséről, mi történik akkor, hogyha a jegyző betagozódik a kormányhivatal alá, mi történik akkor, hogyha a helyi üperhívzési adót valamilyen formában tovább elvonja, a, a kormány ezek olyan kérdések, kell most kell foglalkoznunk. Tehát, hogy az első pillanattól kezdve nekünk föl kell építeni a, a, az alternatívát, Tehát, hogy csak egy egyszerű példát mondjak, hogyha ha hipa átstruktúrálásra kerül sor, akkor nekünk már 24-ben kell adórendelettel, meg adóügyekkel foglalkozni, hogy hogy struktúráljuk át, mert ha később tesszük meg, akkor nem tudunk mi a 25-ös adóévre vonatkozóan. Tehát belekerülünk valóban egy olyan helyzetbe, hogy ö, hogy cselekvésképtelnek leszünk, mert nincsen jogi hatáskörünk arra, hogy mi az adóéven éven belül változásokat eszközöljünk, még a kormány meg átlép minden ilyen aggályon és problémán, és gyakorlatilag ja, szerintem ha akarják, akkor kifektetik az önkormányzatosságot egy pillanat alatt. Ez az én véleményem. Na, Andris! <tosz> Mi a kérdés, mire Hát az első száznapos program, de ugye neked nem kell feltétlenül hogy tudod, hogy Érden és Józsefvárosban mi fog az első száz napban történni, de hogy így hogyan tovább? Hát nem is tudom, hogy mit terveznek Érden és Józsefvárosban a képviselőink. Uh, meg azt is érzem, hogy nekem egy múltbéli jogosítványom volt kampányfőnökként, tehát hogy most egy mezei tag vagyok a Szikrában, úgyhogy se az elnökség, se a megválasztott politikusunk nevében nem tudok mondani semmit. Úgyhogy inkább mondok egy nagyon jó történetet, ami uh, talán példázza azt, hogy milyen uh, uh, milyen uh, nem tudom, kreativitással és bátorsággal fogunk dolgozni a továbbiakban. Ez a történet érdről van, és ez a kedvenc uh, történetem a kampány során. Sándor Zoli a képviselő, akkor képviselő jelöltünk, de most már uh, hamarosan. Uh, majd beül a ö, önkormányzatba. Ö, közösségi szemétszedést szervezett, és nagyon jól sikerült az esemény. Ö, jöttek a helyi ö, családok szemetet szedni, ott ért ö, szélén a Fundoklia-völgyben, és meg is volt szervezve, hogy az összeszedett szemetet elszállítsák, csak aztán kiderült, hogy mégsem fogják elszállítani a szemetet, és akkor hívott az Oli, hogy mit csináljunk, ott van nem tudom hány másra szemét, és nem szállítják el, és ő már nézte, hogy mennyibe kerülne elszállítani, és akkor mondtam a Zolinak, hogy van-e hely deponálni? Igen, a kertjükbe lehet. Jó, hát akkor deponáljuk a kertetbe, és minden nap menj kopogtatni egy talicskával, a szeméttel, és csöngess be az emberekhez, és mondd azt, hogy te összeszedted ezt a szemetet a közösséggel, és nincs, aki elszállítsa, úgyhogy nem tudom, két nap múlva jön ebbe az utcába a autó. Hány liter, uh, te, hány liter tehettek az önök háztartási szemetesébe. És a Zoli két hétig így kopogtatott érdem, tolta a talicskába a szemetet, és becsangoltatta a háztartásokhoz, hogy van-e még 5 liter, 10 liternyi szemétnyi hely a kukájukban, és rögtön el tudta nekik mesélni, hogy ő itt indul, közösséget szervez, szemetet szedtek, itt az eredmény, arra is van megoldás. Úgyhogy ez volt a, a talicskával, szeméttel kopogtatás története, és remélem, hogy hasonló kreativitással és bátorsággal fogják megoldani előttük álló akadályokat majd köszi, tök jó volt. Na, nagyon köszi nektek, és akkor most ti jöttök, hogy van -e esetleg kérdésetek vagy hozzászólásotok. Köszönöm szépen, Szalai Ágnes vagyok. A C8-nak segítettem a Pico kampányban, és igazából egy elég aktuális kérdésem lenne, mert hogy, hogy András föl is vetette ezt Debrecennel kapcsolatba, hogy ti hogy uh, érzékeltétek, vagy hogy láttátok, hogy a hogy Magyar Péter, a tiszapárt megjelenése mennyire segítette a ti munkátokat azzal, hogy tulajdonképpen itt felvillant mindjárt februárban, március 15-ével egy remény arra, hogy de ez megváltoztatható. Hogy ha teszünk érte, akkor ezt mi meg tudjuk változtatni. És azért a Tiszának volt egy nagyon erős kampánya, ami nem tudom, hogy mennyire érzékeltétek ti a kisebb településeken, hogy hatással volt az emberekre, hatással volt esetleg rátok is hogy igenis, hogy, hogy adott erőt ahhoz, hogy, hogy többet beletegyetek, az emberek is aktívabbak voltak, hogy, hogy van-e nektek ezzel kapcsolatban bármilyen megélésetek? Köszi. Aha. És ezt igazából azért kérdezem, mert lehet-e majd a jövőre nézve az, hogy ezzel a fajta lelkesítéssel, vagy lelkesedéssel lehet-e ezt tovább göngyölíteni szerintetek, és, és hogy, hogy eredményesebbé tenni akár tényleg egy ilyen ellenzéki megmozdulást. Köszi szépen. Kampányfőnöki szerepkörben Magyar Péternek meg a Tiszának a megjelenése az egy, mint minden ismeretlen, jelentős változás, ez egy óriási kihívás és nehezítő tényező. Tehát, hogy itt, itt kezdeném a, a választ. Ö, ö, és egy olyan, ö, olyan helyzetben, ahol arról beszélünk, hogy civil szervezetek, alapvetően helyben szerveződő közösségek próbálnak nem most, hanem évek óta, konzekvensen a településen működve változást, alternatívát nyújtani a NER-rel szemben. Egyrészt persze egyik oldalról jó, hogy van egy ilyen hype, ami segíti a ellenzéki kommunikációt. Másrészt kampányfőnökként az egyik legjelentősebb feladat volt, hogy el... el tehát, hogy a, a, az... A, Ezeket a rárepülőket, vagy nem tudom én, hogy mi a helyes ö, ö, megfogalmazás, volt fideszeseket, vagy Fideszből éppen beépülőket, akik ki akarják használni ezt a ezt a és helyben ezen a megmozduláson keresztül szerve kívánnak politikai ö, 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 szerepet vállalni, úgy hogy mi ismerjük őket, tehát hogy ö tudjuk, hogy kiről van szó, de, de, nyilván nem ismerheti a Tisza párt, meg a Magyar Péter ezeket a, a, szereplőket. Ez egy nagyon komoly és erőforrás igényes tevékenység volt, hogy, hogy ezt így visszanyomjuk valahova, vagy visszatuszkoljuk a zsákba, és egy ilyen országos politikai szereplő megjelenése ne borítsa föl alapvetően a civil szervezetnek a, a, a kampányát. Tehát, hogy én abszolút nem, ezt nem egy ilyen felüdülésként éltem meg a Tiszapártnak a, a megjelenését kampányfőnökként, hanem egy nagyon súlyos kezelendő feladatként, hogy itt ne boruljon meg minden. Soskuton gyakorlatilag azt érezték hogy nem volt jelentős a hatása. Amit pozitívumként éltünk meg a megjelenése kapcsán, hogy azt éreztük, hogy, hogy borzasztóan viszi a a kormánynak a figyelmét, és hát ha nem jut ideje sóskútra. Tehát, hogy ez volt az egyetlen, amit egy reménykedtünk. Alapvetően éreztük azt, hogy, hogy felkavarja az egész társadalmat, ebből nyilván sóskút sem maradhat ki, és arra kellett még nagyon figyelni, hogy mondjuk egy kampányzáró eseményt ne arra az időpontra tegyünk, amikor összehívja az embereket, mert sóskútról is ugye nyilván volt egy réteg, akit ez vonzott és elindult. Tehát őszintén a kampány szempontjából mi Ennél a ponnál álltunk meg, meg azt is érzékeltük, mi valóban civilek vagyunk, sosem volt ez kifejezetten téma, hogy ki melyik párta szimpatizál, és egyedül a Magyar Péter megjelenése volt egy olyan helyzet, amikor ugye megjelentek a különböző nézőpontok, és akkor mondtuk, hogy jó, akkor viszont mi koncentráljunk a helyi ügyre, tehát hogy gyakorlatilag ilyen szempontból befolyásolta a kampányunkat. Szerintem, ami a, nekünk a leggyakoribb volt, hogy mindig megkérdezték a jelöltjeinket, meg az aktivistáinkat a lakók kopogtatás alkalmával, úgyhogy nekik kellett erre egy sablonválaszszal, mert sose lehetett tudni, hogy mit gondol a másik, tehát egy neutrális válaszsal készülni, hogy hogy mi sehogyan sem viszünk most jelenleg hozzá, mert, mert nem lehetett tudni, hogy itt hol van a töréspont, úgy, hogy a mi célcsoportunk hány százaléka gondolja jónak vagy rossznak. A mint hogy vágyottan én gondolnék erre egy választ, de hogy a valóságban ez így van, ez nem tudom. A, viszont ez a rárepülés, ez, ez nálunk is meg volt Zuglóba, meg Józsefvárosba is azt hiszem, a, a, voltak ilyen Kamut civil jelöltek. Itt Józsefvárosban azt hiszem Kamut civil kamut jelölt volt, és kiírta magára, hogy az ő jelöltje Magyar Péter. Ö, és akkor ezzel próbálta azt elhinteni, a ő is Magyar Péter jelöltje lenne. <laughs> Va ez, ez, ő tudod, Magyar az Péter Az volt a répl, hogy én én Magyar Péter támogatom. És akkor tudod így, hát ez egy érdekes ilyen én mondat. Hogy <laughs> De itt, itt, itt ez szerintem egy kedvesebb huncutság, mert ugye nyelvi játék volt, és egy kamut civil, aki végül nem tudom hány százalékot lehet a nulla vagy az egy között igen, igen. De Zuglóba durvább volt. Zuglóba, Zuglóba az összes regnáló msp s képviselő olyan szórólappal ment, hogy ők, Magyar Péter, civil jelöltjei. Ők megszűntek msp seknek lenni, és azzal szórólapoztak, hogy ők civilek és Magyar Péter jelöltjei. Ilyen szórólapok mentek Zuglóba. Tehát, hogy ez már, Veszélyesebb hazugság volt, sokkal tovább mentek. Én akkor éreztem, hogy, hogy minden morális szinten megszűnt az MSZP, hogyha egy teljes kerület összes képviselője ilyen hazugszorolapokkal megy. Ezzel nem tudtunk, hogy mit kell kezdeni, mert azt éreztük, hogy nem akarunk. Róluk beszélni, meg hogyha most mi kiteszünk egy Facebook posztot, azt nem látják sok zuglói. Végül aztán magyar Péter való elmondta, hogy zuglóban hazudnak a horvát csabáék, hogy, hogy kikinek a jelöltje. De amúgy, amit reméltünk pozitívan ettől, hogy majd magasabb lesz a részvétel Debrecenbe, ez nem, nem annyira uh, vált be. Szerintem a Debreceniek, én is volt ilyen kopogtottam Debrecenbe, és, és nagyon sok olyan emberrel találkoztunk, akik azt mondták, hogy nem mennek el szavazni, mert úgyse lesz itt polgármesterváltás. És hogy úgy volt Debrecenbe ez az eredmény, hogy, hogy tényleg végigmentünk mondjuk egy utcán, és tíz házból öt utcába azt mondtak, hogy nem mennek el szavazni. És nem adott nekik reményt az LP, és nem adott nekik uh, uh, elég uh, lelki uh, húzóerőt, hogy elmenjenek az LP választás miatt, mivel nem volt látható és értelmezhető polgármesteri verseny, ezért nem mentek el. Köszi. van -e esetleg másnak még kérdése vagy hozzászólása? Aha. Dalos Judit vagyok Józsefvárosból. E Borzasztó nagy tiszteletem, becsülésem, és nem is tudom, mit mondjak nektek, hogy ezt megcsináltátok. Nagyon sok dolgot átéltünk mi is korábban az előző kampányokba, és nagyon ugyanolyanok, de, de valószínűleg ott, ott nehezebb a, a ti területeteken. Nagyon örülök, hogy minnyája mondtátok, hogy a terepmunka mennyire fontos, hogy ez bevált. Nekem az is nagyon tetszik, hogy ti közben változtattatok. Egyébként én úgy emlékszem, hogy mi Józsefvárosban is változtattunk egy kicsit. A, volt, hogy már kampány közben is változtattunk, és a két kampány között is. Én most csak szélről kicsit dolgoztam, de most is úgy láttam, hogy itt volt változtat. Ez, ez a jó, mert a világ is változott, meg hát, meg hát rájöttünk dolgokra. Tehát, hogy, hogy, hogy fantasztikus, amit csináltatok. Én nagyon izgulok Öreghegyért. Józsefvárosban van a Magdolna negyed, ami hasonló, lehet, hogy egy nehezebb. És az egészen megdöbbentett, mikor azt, mondtad, hogy, hogy úgy tudtuk, hogy ott már nem is laknak, és kiderült, hogy tele van, és között te is ott élsz, bár ugye nem olyan rég, ha jól értettelek. Tehát, hogy ennyire, ennyire elveszni egy társadalomban, és egy, egy, ezer fős településen, hát ez az pokol. Ez a mai Magyarország. És akkor két dolgot akartam tőled kérdezni, amire lehet, hogy most már nem lesz időd válaszolni, akkor majd, bocs, hogy, hogy te nem beszéltél arról, hogy voltak ellenzéki pártok körülöttetek, ugye a másik ketten erről sokat, és mi is sokat tudunk, nem csak az MSZP-ről, és Ö, és a másik, amit hú most látod úgy jártam, mint Marci én is elfelejtettem de én nekem nem baj, már jobban szabad, mint neked <gül> <gül> okay. akkor addig kérjük vissza szóval meddig, bejut, akkor a másik majd is vissza. fontos volt, de nem baj, köszi Nagyon szépen köszönjük és a kérdést is em, valóban em, az a helyzet, hogy Sóskúton ö, gyakorlatilag érdemben nem jelentek meg, ö, vagy hát igazából a mi hazánkon kívül nem jelent meg jelöltel ellenzéki párt. Tehát nálunk mindenki függetlenbe indult el, vagy legalábbis maradjunk annyi, hogy hivatalosan független. Hivatalosan független, és nyilván azért lehetett ö, tudni a pártszimpátiáról. Volt olyan képviselő jelölt, aki, aki állította, hogy ő valóban független, semmelyik párthoz nincs köze, azután becsöngetett az egyik lakoshoz, hozott fideszes szóróanyagot, ajánlotta a képviselőt, hogy hát mindenképp szavazzanak rá, és mikor a lakos visszakérdezett, hogy jó, de hát, de hát ő nem fideszes, de hogy nem, hát azért hoztam a lapot, mert hát ugye ez nekem dolgom, szóval teljesen világos volt, hogy, hogy nyilván jelen van a településen, csak nem pártlogóval és nem látható módon. Köszönöm a kérdést. Köszi. Bárkinek még kérdése vagy hozzászólása, vagy a jutkának eszébe jutott. Hm. Köszönöm szépen, én Sándor vagyok a civil kollégium alapítvány munkatársa, és mindünket alapvetően ugye a civil szervezetek érdekelnek, úgyhogy arra lennék kíváncsi, hogy nem megy tovább. Jó, de én közek, itt vagyok, itt vagyok mögötted. No, szuper, szerintem nekem ez elég. Ja, jó, akkor mondd, hogy ha neked ez jó esik, hogy ezzel így el vagy. Úgyhogy én, én arra lennék kíváncsi, amiről egyébként már az előbb szót ejtettetek, és ez igazából már engem 2019 óta rettenetesen érdekel, hogy hogyan, hogyan lehet ez a kint is vagyok, bent is vagyok szerep, és hogy hogyan tudjátok esetleg ti segíteni ugye magát a szervezetet, hiszen most újra kell értelmezni a magát, mert eddig benne volt ugye egy kampányban, meg volt a cél, tehát hogy pontosan tudták, hogy mi meg előtte is ugye meg volt a cél, mert amíg olyan az a civil szervezet van, amelyik úgy működik, hogy berúgja az ajtót és veri az asztalt, ezt mindenki kiválóan tudja. De amikor kell egyfajta civil kontrollt elvégezni, persze, de közben meg mégiscsak támogatni kéne, hiszen mi juttattuk be ők a miénk, tehát erre lenne szükségük. Tehát ez egy ilyen meghasonlott állapot, hogy erre ti, akik azért láttátok nyilván a szervezetet is, meg látják Azokat is, akik ugye bekerültek. Tehát milyen megoldást láttok, vagy miben gondolkodtok, vagy hogy egyáltalán hogy lehet ezt szerintetek feloldani? Ez engem hiszonyan érdekel. Köszönöm. Na, ki? <laughs> Senki nem szeretne. Nem, nem tudom rá a határozott választ, tehát hogy ö, 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 bővebben ö, szerintem talán ott lehet találni megoldást, hogy, ö, hogy, hogy nyit a civil szervezet sokkal jobban a, az új. Újak bevonása felé. És alapvetően megmozdul az a megszokott, beágyazott szervezeti struktúra, ami, amivel belementünk ebbe a, a helyzetbe, ami eredményes volt, ugye? Tehát jól működött, egy jó, jó dolog, nem, nem azért kell rajta változtatni, mert mert az nem szolgált minket, hanem, hanem azért kell, hogy innen tovább tudjunk lépni. És az a véleményem, hogy alapvetően, hogyha az Egyesület tagság tud megnövekedni jelentősen, jelentős mértékben, akkor ez átalakítja majd a, ezt, a, ezt a terepet, és ki fognak alakulni azok, a, azok az új mechanizmusok, működésmódok, amik amik remélhetőleg mind a civil kontrollt, és szerintem a civil, ez a könnyebb része. Szerintem, tehát ugye abban az esetben, amikor, amikor egy ilyen átalakulás lezajlik egyesületen belül is, akkor szerintem ez önmagában ezt a civil kontroll problémát megoldja, mert, mert felhigítja ezeket a, ezeket a beágyazott szerepköröket. De, de Ja, ez, a, ez az út, és hogyha én azt gondolom, hogy öt év múlva akkor lehetünk sikeresek, hogyha ebben változást tudunk elérni, és hogyha ebben változást érünk el, akkor nem azt hiszem, hogy akkor ez nem öt év, a következő öt évre, hanem a következő 15-20 évre fog szólni az a felhatalmazás, hogyha, hogyha egy civil szervezet ezt meg tudja um, ugrani ezt a, ezt a lépcsőt. De hát remélem, hogy hogy segítetek találni jó megoldásokat, és <köhönt> tudunk együtt dolgozni ezen. Köszönöm. Én köszönöm szépen a kérdést, és nagyon fogok figyelni mindenkire, mert tényleg mi ezen a területen újak vagyunk, és, és ezt egy óriási kihívásként éljük meg. Mert gyakorlatilag nálunk mindegyik képviselő és a polgármesterünk is egyesületi tag is, és az eleje óta benne van szinte. Tehát, hogy ez egy, ez egy óriási kihívás. Úgyhogy figyelünk azokra is, akik körülöttünk ezzel a helyzettel találták szemben magunkat, meg mindenkire, aki a kérdéssel foglalkozik, mert ebbe tanulni szeretnénk. Bocs, csak annyit reagálok, Vikire, hogy talán annyival könnyebb nektek a szerepetek, hogy alapvetően nem önkormányzati választásokra és közeleti tevékenységre jött létre a civil szervezet, hanem, hanem egy ügy szerveződött, és azzal szemben, ami nálunk a, a, a példa vagy a, a mód, és talán emiatt könnyebb ezt a ezt a váltást ö, megcsinálni. Köszönöm. Pontosan nem tudom, hogy mit akarok mondani, csak az, hogy nem értem a kérdést, de nagyon sokszor hallom, <laughs> hogy már és nyilván valahogy hozzá tevődik az, hogy én voltam már párttagja, én voltam mozgrom tagja, civil szervezet tagja, már nagyon régóta dolgozok politikusokkal, választott politikusokkal, és ha Gyakran hallom ezt a kérdést, és főleg ilyen cikás közösségekben, hogy hogy itt valami ilyen differenciált, hogy valamilyen probléma merül fel, hogyha egy addig civil ember utána már mandátummal eh, rendelkezik, eh, és akkor itt ez a civil kontroll elhal, elhangzik. De hogy mit jelent a civil kontroll? Tehát nem azt gondoljuk, hogy az a jó, hogyha egy választópolgárnak valamilyen kontrollja van a választott képviselőnek, meg amúgy minden egyes NGO-nak van, Lehetősége ö, kommunikálni, konzultálni egy ö, ö, választott politikussal, és minden egyes szervezetnek a saját jelöltjével, megválasztott jelöltjével van valamilyen kommunikáció. Tehát, hogy, hogy azt érzem, hogy attól merül fel ez a kérdés, mert olyan ö, civil szervezetek vagytok, akik addig még, vagy egy ideig nem gondoltak arra, hogy lesznek egyszer jelölőszervezetek, szervezetek, jelöltjeik és mandátumuk de igazából ugyanaz a világ, hogy hogy vagytok állampolgárok, akik szintén akarnak ö, kommunikálni és kontrollt a választott vagytok civil szervezet tagjai, akik szintén szeretnének ö, párbeszédet folytatni a, a választott képviselőkkel, és vagytok jelölőszervezetek, szervezetek, akik ugyanúgy szoktak. És talán csak ez az új, hogy akkor a jelölő szervezetnek milyen kontrollja van, mert egy párt mindig meg, megtanulja azt, hogy hogy amíg a, a jelölt az enyém, addig minden kontrollom van fölötte, nagyjából, mert én adom neki a jelöléshez, jelöltséghez a szükséges infrastruktúrát. Azután, hogy ő jelölt lett, már megszűnik ez a, a függés a jelölt és a jelölő szervezet között. A ö, bocsánat, képviselő lett, hiszen már van mondjuk öt évig mandátuma ahhoz, nem tudom, alpolgármesteri kerete, vagy képviselői kerete, vagy, vagy bármilyen kerete, és uh, hivatala, és. és uh, de ezért talán minden jelölőszervezet és a jelöltnek le kell fektetni, hogy mi lesz utána. És, és nem tudom, hogy ilyen szoktatok e gondolkozni, hogy mi lesz a választás után. A jelölőszervezet is a, a jelölt uh, viszonya a megválasztás esetén uh, talán ebben lehet rendezni, és akkor már nem lesz új-egy. Uh, egyesületnek se, hogyha a jelölő szervezet, hogy ezzel a problémával szembenézzen. De, de lehet, hogy nem fogtam meg jól a kérdést talán azzal próbálok meg segíteni, hogy, hogy, én hogy értelmezem. Tehát, hogy alapvetően képzeld el azt a helyzetet, hogy, hogy van egy fideszes városvezetés, kormánypárti városvezetés, aminek a, 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 cselekvéseivel szemben és azok miatt kialakul egy civil helyi, civilekből helyi állampolgárokból álló erő, szervezet, aki fölemeli a hangját, a túlkapások, a visszaélések, a nem tisztességes működés, stb. stb. miatt. És abban a pillanatban, ahol, ahogy az a, az a, szereplő, aki korábban ezt a watchdog, vagy nem tudom milyen szerepet ellátta a helyi társadalomban, beemelődik hivatalba, tulajdonképpen ezzel ezzel megszűnt a, tehát hogy nem tudja tovább ellátni a vasdok szerepet. Mert, mert mert a két dolog az, az nem működhet egyszerre. Márpedig erre a szerepre szükség van. És hogyha nem teremti meg valahogy a módját a civil szervezet, hogy ezt megfelelően kezelje, akkor majd kialakul saját magától, de hogy biztos, hogy ott lesz. Köszi. Sziasztok, Jónás Milán, én a PIKO kampányban segítettem különböző szerepkörökben, meg, meg a Terézvárosi Stop Airbnb kampányt vezettem a szikrának. Erre, ezzel kapcsolatban lenne egy kérdésem, hogy azt említetted, hogy, hogy szét kéne választani azt a funkciót, hogy, hogy, hogy a civil szervezethez jöjjenek be a problémák, és akkor azt továbbítani a, a polgármester teri hivatal, tehát hogy a, az önkormányzat felé, de hogy az annyira ördögtől való, hogy valójában a, az önkormányzathoz érkezzen be a probléma. Civil szervezetként megkaptátok a politikai felhatalmazást, tehát innentől kezdve nem kell elválasztani de az őrkutya szerep miatt el kell választani. Tehát, hogy egyszerűen ezt nem lehet megugrani szervezeten belül, tehát nem tudja egy intézmény a saját maga működését kívülről felügyelni erre képtelen bármelyik, de kell, de kell. Attól, attól független, hogy, hogy egy, egy civil szervezet adja mondjuk a, a városvezetést és lefektetett etikai elvek szerint működik, nagyon jó, és igen, meg fog jelenni a, a, a városvezetésben az a civil részvételi iroda, amely képes lesz ezeknek a korábban meg nem hallott lakossági panaszoknak a, 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 a vitelére, de erre a szerepkörre továbbra is szükség van. Sziasztok, én Laurin Bogi vagyok, én a Zuglói kampányban, meg a Budafok választáson voltam kampányfőnök, Zuglóban nem voltam kampányfőnök, ott csak ilyen kampány valami. Öm, nekem az a kérdés, <laughs> az a kérdésem ezzel az őrkutya szereppel, hogy egy őrkutya az lehet mesterségesen megteremtve, szóval hogy ez, ez jó, hogyha mi ezt így megrájuk magunknak mint szervezet, és nem pont az a lényeg, hogy ez, hogy ez magától organikusan alakul ki, és akkor egy ilyen egyensúlyi helyzetet teremt. Igen, és, és nagyon elmélet, úgy érzem, hogy nagyon elméleti jellegűvé csúszik át az a válasz, amit erre egyáltalán adni tudok. Tehát, hogy mivel nincs benne gyakorlat, és szerintem mondjuk a TESZA sokkal többet tud talán mesélni erről, hogy ez, ez a gyakorlatban hogyan tud megvalósulni. Én, amit az érzésem, nem, tehát úgy gondolom, hogy ezt az őrkutya szerepet nem a választáson alul maradt kormánypártnak kell, kormánypárti helyi szervezetnek kell ellátnia. Úgy gondolom. De hogyha ez nem teremtődik meg eh, civil oldalon, akkor, akkor nem lesz más szereplő, csak ez a kormánypárti szervezet. De ő bele fog helyezkedni ebbe a szerepbe, biztos vagyok benne, hogy ez nincs betöltve ez a, ez a szerepkör. És lehet, hogy nem az a jó válasz, hogy, hogy, hogy adott szervezeten belül kell ennek megteremteni a, Módját, vagy nem, ha nem tudjuk ezt megtenni, akkor, akkor lehet, hogy egy másik civil szervezet, helyi szerveződés lesz, ami el fogja látni ezt a, ezt a szerepet, de, de, de ne a kormánypárt helyi szervezete legyen, úgy gondolom, nem az a, a cél, hanem a helyi társadalom szereplőinek kell ezt betöltenie, vagy úgy, hogy képes integrálni ezt a szerepkört a, Mondjuk a törökványt holnap egyesület, vagy létrejön majd az, aki ezt el fogja látni. Én azt nem tudom, hogy abból fakad ez a felvetés, mert az a képünk él a. a választott pozícióból, hogy az mindenképpen megrészegít, és mindenképpen tönkre tesz, és romlott, tehát ezt azért kell mindig egy külső felügyelő, mert én nem hiszem, hogy az igaz, vagy abból a politikai realizmusból, hogy sokkal jobb a kommunikációsan egy, egy tiszta szereplővel versenyezni, és tiszta szereplővel vitatkozni, és egy, egy civil szereplővel uh, konzultálni, mint sem a Fidesznek az a fi, mint hogy a Fidesz legyen az ellenzéked. Mert ilyen szempontból én is azt gondolom, hogy nagyon áldott dolog, hogyha egy... Uh, uh, ha, ha, neked az a, a polgármesterként a hétköznapot, hogy egy civil szervezettel vitázol arról, hogy mi a település jövője, mint sem, hogy a Fidesz-tel vitázol arról, hogy mi a uh, nem tudom, akármelyik kampányukat képzeljük el, csak hogy, hogy én nem, nem látom, hogy miért, hogy szerintem amúgy ö, nem kötelező, tehát hogy ha jól működik egy önkormányzat, nem kötelező, hogy tiltakozzon ellene egy civil szervezet. Hát akkor, ha történik, akkor megszerveződik, de, de az önkormányzatot csak úgy tudjuk elképzelni, hogy, hogy ellene tiltakozik egy civil szervezet. Van, amikor... De én azt hiszem, hogy remélem, hogy néha működnek jól önkormányzatok. Lehet, hogy nem sokszor, de akkor ezek reakcióra szerveződnek ezek a szervezetek. Csak nagyon röviden, és utána továbbadom, de ez nem rossz működésmód, és ezt nem azért mondom, mert hogy hogy azt vallanám, hogy mindenki elkutyul, aki politikai szerepbe keveredik. <gül> <gül> <gül)> Igen, most, hogy... Direkt... <laughs> ne, nem, 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 nem így van szerintem, de, de egyszerűen korlátozottak vagyunk emberként. A belátásunk, a képességeink, a, tehát, hogy muszáj, hogy valaki ezt gyakorolja kívülről. Még az Andi ott jelentkezett. Akkor, akkor Jó. Köszönöm szépen, én Varga Andrá vagyok, és én Miskolcról jöttem, és nekünk van egy civil szervezetünk, ami most már 7 éve működik, és ez jelölő szervezet is volt. Ja, és én egyébként 5 évig várost vezettem, még most is, még két hétig, még két hétig, igen, vagy tíz napig. Hagy mondjak valami olyat, ami nem került még itt elő, mert, mert ez a kérdés, ez nem hatalom vagy működés szempontjából fontos kérdés, hanem a civil szervezet szempontjából egy fontos kérdés. Ugyanis onnantól kezdve, hogy jelölő szervezetként bekerülve a döntéshozatolba mondjuk polgármester, talpolgármester képviselőt ad, neki megváltozik, és ez lojalitási kérdés, a hozzáállása ahhoz, hogy az a működés az jó vagy rossz. És nagyon fontos az, szerintem, hogy, hogy ezt a, az éberséget, ezt az immunrendszerét meg tudja őrizni a civil szervezet, és ezért van szükség arra, hogy tudatosan gondolkodjon rajta, hogy ő szervezetet épít, hogy ő új tagokkal bővül, vagy hogy milyen módon tudja biztosítani azt, hogy a lojalitás az ne vigye előtt egy olyan helyzetbe, hogy később mondjuk öt év múlva, amikor megnézi, hogy megtettem-e minden civil szervezetként, akkor azt mondja, hogy gyerekek, volt néhány olyan helyzet, amikor szólni kellett volna de a lojalitás miatt nem szóltam. Tehát, hogy ez egy nagyon izgalmas kérdés szerintem, és a szervezet oldaláról kellene közelíteni. Köszi. De válaszoljak Andinak helyettük, fel. Sziasztok, én Tetlák vagyok, érdre. Nekem is ilyen hasonló, hasonló gondolatok merültek föl, bár nem hogy ti, mint civil szereplők, hogy fogjátok tudni csomó mindent kezelni. Én a Marci vagyok, én tökéletesen egyetértek abban, hogy kellenek külső kontrollok, mert egyébként borzasztóan el tud veszni az ember a napi működésben, és ezt saját tapasztalatból is mondom, hogy a legjobb szándék mellett is, és a legártatlanabbnak tűnő szituációkban lehet akkor a baklövéseket elkövetni, mint nem, nem akarsz, hogy az tök jó, hogyha van, aki, aki segít ebben, és az mondjuk adott esetben nem a kormányhivatal, mert azért nektek lesz egy lesz egy vacsdog mellettetek, a kormányhivatal, aki mindannyiótokat nagyon-nagyon fog kedvelni, segíteni, támogatni abban, hogy a lehetőleg jobban működjetek. Ezt megint csak... Ezt, igen, igen tehát ezért, mondom, ezért mondom, hogy sokkal, sokkal, jobb és sokkal egészségesebb meg a működés szempontjából, szerintem sokkal gördülékenyebb, hogyha kialakul egyébként tényleg egy ilyen organikusan az a kör, akik úgy jó szándékos és támogatólag figyeli a ti munkátokat a hivatalon kívül. És, most jön a kérdés, mert az is lesz, hogy az operatív működésen gondolkodtatok-e? Tehát, hogy a napi szinten mit fogtok ti újat hozni? Akár az a munkaszervezet szintjén, akár pedig a mondjuk a hivatalba betérő emberek szintjén, mert szerintem ez egy kérdés, hogy mennyire fogjátok tudni kinyitni a kapukat, mint civilek, vagy legalábbis mint civilből többé-kevésé politikussá váló szereplők. Köszi. Hát csak az előbb is ez. Nem, nem, jó így. Dalos Jutka vagyok, akinek eszébe jutott. A, a negatív kampány, mert ugye a Sóskuton eleve azzal indult, hogy úristen ránképítik a poklot, Török Bálinton mindenféle más volt, többek közt az apátia, ami azért majdnem olyan pokoli, csak attól nem indulnak el az emberek. Józsefvárosban történtek dolgok, ami nagyon tudo, inspirálta, hogy mindenhonnan még az agglomerációból is ide áradjanak 19-be, tehát hogy kell valami negatív, és akkor hozta te zuglót Andris a mini Dubajjal. És hogy mivel a szikrás csaj bevállalta, ezért nektek volt egy ügyetek a Csaba, aki a tócsabával nem tudom kikinek a micsodájában hogyan vannak de ez egyébként Hát te tudod, én meg csak, sejtem, de, 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 hogy és akkor ez mindjárt válasz erre is, hogy egyrészt baromira természetesen egyetértek a, az Andreával, hogy a lojalitás, ami egy bor egyébként gyerekkorom óta utálom azt a szót, hogy lojalitás, ez az egyik leggyűlöltebb szó számomra, a, a másik pedig, hogy igenis, hogy a hatalom nem feltétlen torzul a személyisége, de egy idő után, de, de mondjuk hagyjuk a személyiséget, az legyen a feleségének, vagy a férjének, meg a gyerekének a problémája. Ö, hanem, hanem az, hogy te ben vagy egy testületbe, ben vagy egy, egy, test, egy település vezetésébe, és istentelen sok nyomás ér. És neked állandóan ki kell egyezni, kompromisszumokat kell kötni, és mocskos alkukat és emiatt kell valaki kívülről, emiatt is. Köszönöm, és akkor arra kérlek, hogy akkor az operatív működés, meg ha még erre akartok reagálni, és akkor ez már a zárszó, vagy záró. Na az operatívra nem is reagálnék, szóval hogyha nem bánod, mert szerintem, szerintem itt -e... Szerintem itt Tesszának adta -e egy jó feladatot, hogy hívja meg a megválasztott polgármestereket egy következő beszélgetésre, ahol ez egy jó indító kérdés lehet, de nem hiszem, hogy kampányfőnökként nekünk most erre itt tisztünk uh, válaszolni. Köszönjük szépen a kérdést, igen, tehát hogy azért annyit elmondanék, hogy itt operatív működés kapcsán azért nyáron, nyáron nekünk már zajlott egy, egy, egy ötletelés, az, hogy érdemben mi valósul meg, azt, azt, őszintén még, még én sem látom, de egyébként remek felvetés, és ezzel mindenképp kell foglalkozni, és ezzel dolgozni. Köszönöm. Itt csak köszönöm. Andinál már megértettem, hogy miről szól a, a téma, és Suszkánál még erősebben megértettem, úgyhogy a szervezet oldaláról ez teljesen érthető, hogy mekkora kalibát tud okozni, hogyha például a város mindenkét csoportnak egy közeli szereplője bekerül az önkormányzatba, akkor belemernek ezt szólni, hogy nem kellően progresszív a lakhatási politika, miközben ott csúnya a belső konfliktusok és kompromisszumok történnek, úgyhogy ez valóban egy nagyon fontos dolog. Hát sajnálom, hogy csúnya belső kompromisszumokkal kell lezárnunk ezt a beszélgetést, de, de azért szóval nagyon jó, hogy itt voltatok. Köszi Marcnak is, köszi, aki időközben kisétált, és nektek is nagyon köszönjét részt és gondolom még itt maradnak egy kicsi ideig, szóval ha van még ilyen magámban kérdésetek, akkor nyugodtan keressétték meg őket. És támogassátok a közéletiskoláját, adományozzatok nekünk, mert akkor tudunk mindenkinek ingyenesen képzéseket tartani. Ott a hát hátsó részben vannak a kiadványaink, hogyha pénzért megveszitek őket, akkor az, azzal is azt támogatjátok, hogy ingyenesen tudjunk mindenkinek mindenféle szolgáltatást megképzést biztosítani, és köszönjük, hogy eljöttetek. Sziasztok! Kedves hallgatónk, köszönjük, hogy hallgatod a Közéletiskolája podcastot, és kérjük, ha teheted, támogasd a munkánkat, hogy még tíz évig működhessünk. Akár egyszeri vagy rendszeres támogatóvá válással linket a leírásban találsz. És még egyszer, szeretettel várunk az október 24-i Karszonkoma akusztikus támogatói koncerten a Turbinában, linket szintén a leírásba teszünk. A jegyeddel teljes egészében a közéletiskolai munkáját támogatott, hogy továbbra is tarthassunk ingyenes képzéseket és műhelyeket országszerte. Köszönjük az állandó szerkesztői segítséget Bozai Balázsnak, a hangtechnikusi munkát Írsik Bencének, a vágást Futó Barnabásnak, a grafikákat pedig Kili Zsannának. Köszönjük a figyelmet, Hallgassd a közéletiskolája podcastot legközelebb is!